Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárfi és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Hello, hosszú idő után ez itt egy újabb szorító szerda. Jó magam, a doktor vagyok, és itt ül mellettem az inkonzisztencia mintaképe, Bárfi úr. Most erre nem tudom, mire gondolsz, de hát ez van. Fogunk... Majd kifejtem az adás végén. Nagyon jó. Fogunk sok mindenről beszélgetni erről a jó kis adásban, amit így előre tudunk vetíteni, mert ugye mindig előre csinálunk bevezetőt, ami sose jó ötlet. Ezért néha változik arról, hogy miről fogunk beszélni. Card subject to change, amit minden birkózó adásnál elmondanak. Szóval az alapfelvetés az, hogy beszélünk ugye a WWE heti produktumáról, és most tényleg a heti produktumáról, mert fogunk beszélni a UK Championship Tournamentről, ugye bővebben, és fogunk beszélni a SmackDownról, meg a Rawról rövidebben. Kb. A múlt héthez hasonlóan valószínűleg. Igen, és hogy középen mi lesz, azt még nem tudjuk. Vagy egy 3 minute, vagy középre rakjuk a Raw SmackDown-t, és kitaláljuk a végén, hogy mi legyen a végén. Jó, viszont kérdés érkezett hozzánk, ami kicsit érdekesebb, hogy a WWE YouTube csatornájának közel 14 millió feliratkozója van, a Netflix-nek viszont csak másfél körül mozog. Ennek ellenére, hogy egy megfizethető és nagyszerű szolgáltatás. Mi lehet ennek az oka? Egy mondatban az egyikért fizetni kell, a másikért nem. Igen, ennyi. De tényleg... Sem más, különbség nincs, annyi, hogy az egyiket fizetni kell, a másikért meg nem. Na, ugyanígy megnézhetitek egyébként a Netflixet, vagy bármi más ilyen on-demand szolgáltatást, és a YouTube-bal összehasonlíthatod. Igen. Az egyik az annyi, hogy bárhol rámész, rákattintasz és nézed azt a lótúrót, amit éppen a képekbe tolnak. Ezért megfizetni kell bizony, és havonta mennek le, igaz, nem egy nagy összeg, de szépen azt távozik a bankszámládról. Igaz, a YouTube is próbálkozott ugye a fizetős YouTube bevezetésével, csak ugye nem nagyon értek el a sikereket, fogalmazzunk úgy. Így maradt ez a rendszer, amit próbálnak így csiszolgatni egyébként folyamatosan, és még továbbra is a legjobban működő videó megosztó a világon, szóval ezért. Egyébként most azt olvastam még a Networkről, ide kapcsolódik, hogy állítólag ők is dolgoznak a letöltés funkción, akár csak a Netflix, hogy adott esetben offline üzemmódban is megtekinthetőek legyenek az anyagaik. Nagyon jó. Nagyon jó. Azt hiszem az előkerül elé lassan, szép lassan, ugye. Majd a kapitány megkérdezik erről, hogy mit gondol. Valójában gyakorlatilag most is majdnem minden network anyag fönn van. Persze. Egyébként az interneten. Sőt, ugye megosztókon, meg minden. Van olyan livestream is, amin lehet követni a network élőadását. Mert ugye a Netflixnek van élőadása is, ami ugye folyamatosan megy. És akkor ugye itt van a másik dolog a pénz mellett. Nem biztos, hogy valaki ne tudna fizetni érte, vagy ne akarna fizetni érte. Egyszerűen lusta, mint a disznó. Persze. Tehát amikor két kattintásra van tőle a Netflixnek az anyag, azt mondja, hogy kettő, a YouTube meg egy. Ja. Meg van, akit nem érdeklenek azok a tartalmak, szóval az is közben játszik, hogy például... Igen, tehát mondjuk a PPV-t azt megnézi a... mondjuk a helyi PPV szolgáltatónál, vagy pedig ugye a... Kalózkodva, persze. Igen. A Raw-t meg a SmackDown-t meg TV-ben, vagy pedig a YouTube-on a kis szegmensekben. Szóval mondjuk, hogyha valakit kevésbé érdekelnek a networkös anyagok, meg az NXT, meg az izé, mondjuk ezek a különleges versenysorozatok, mint amik most is volt Angliában, akkor el tudom képzelni azt, hogy valaki azt mondja, hogy nincs kedve hozzá. Igen, ennyi. Meg ugye tényleg azért mégis csak a casual fan nem fog networköt fizetni akkor sem, ha még a Raw-t is rárakják. Hát fog, mert PPV ott van a legkönnyebben elérhetően. És ugye nem teljesen hülye, akkor inkább kifizet havi 10 dollárt, mint hogy fizesse a havonta az 50-et, pedig vagy az 100-at. Az Egyesült Államokon belül még mindig van 80 ezer ember ilyen, aki kifizeti a 60 dolláros PPV-t. Mert az Egyesült Államok átlagos IQ szintje nem éri el a 80-at. Na jól van, most pedig hajózzunk át Angliába. You wanna know who's next, eh? A Hogy építsünk birodalmat kézikönyv első fejezetét láttuk a WWE-től a hétvégén, ugye a kétnapos United Kingdom Championship Tournament kereteiben. Egy kifejezetten üde és új megközelítés láthattunk egyébként ugye a WWE-től, ami egyébként a tavalyi Cruiserweight Classic-nek a koppintása,
meg a formulájának a brit sajátosságra való áthelyezése gyakorlatilag. Igazából mi mással veszültek volna egy kétnapos turnamenten. És ugye abszolút ugye teljesen ugye brit volt, mert ugye gyakorlatilag ugye a talent az teljesen ugye a szigetekről került ki. Nagy-Britannia és Írország, egészen pontosan. Lehet az is úgy nézett ki, hogy volt egy darab ír, igen, egy darab skót, egy darab velszi, a többi angol. Igen, szóval nagyon jól megoszlottak a dolgok, és ugye gyakorlatilag a legjobb helyszínt választották le, amit lehetett, ugye a gyönyörű ballroomot onnan. Igen, az Empress ballroomot Blackpoolból, ami egyébként gyönyörű. Tehát, hogyha ránézed, akkor ránézel, három dolog jut eszedbe róla. Az egyik az, hogy hú, bazd meg, ez kurva jól néz ki. A második az, hogy hú, bazd meg, ez mennyire Anglia. Igen. És a harmadik, hogy hú, bazd meg, ez mennyire egyedi. Igen. Abszolút, ugye a WWE próbál mindig ugye az egyediségre törekedni, nagyon nagy szempont, és ugye folyamatosan ezt nézik a birkózókban is egyébként a világon, és így sikerülsen megteremtették az hangulatot is ebben már egyből, és ezzel panaszkodtam egyből a jó média felelősségnek, hogy nálunk miért nincs ilyen épület? Mert jól jönne a HCV-nek is egy ilyen ballroom. Hát egy ilyen ikonikus helyszín, ami ennyire igen, jól néz ki, bár mondjuk képzelni, hogy mennyit kérnének érte. Mert biztos persze van Magyarországon is hasonló yeah, szép hely, csak hát ugye milyen áron. És ugye gyakorlatilag a legalapabb boopingot láthattunk, amit lehetett csinálni, szóval ez az igazi, tényleg klasszikus pankráció volt, szóval ez nem sports entertainment volt. Hát erre majd részletesen ki fogunk térni később, valójában tényleg az angol birkózás sajátosságaira építettek. Kicsit meg is állapítottuk, hogy a végén kiderül, hogy a WWE oda megy, és ezek a kretinek megmutatják, hogy jobban tudják csinálni a brit birkózást, mint a britek. Igen. Mert ugye miért ne? Mert gyakorlatilag amit láthatatok, az a 70-es évekbeli Worlds of Sportsnak volt gyakorlatilag a modernizált változata. Kivéve annyi van, hogy ugye nem two out three falls meccsek voltak, mint akkoriban ugye. Az minden esetre látszik, hogy a briteknél most tényleg nagyon jó az emberanyag. Tehát az elmúlt években lezajlott brit birkó reneszánsz azért megtette a hatását. Az első napon, amikor még teljes volt a mezőny, akkor kicsit arra panaszkodtam, hogy kevés emberben látom azt a bizonyos X-faktort, ami ugye a sztárrá válásnak az egyik nélkülözhetetlen alapeleme, de ahogy ugye leszűkült egyre inkább a mezőny, és jöttek a negyed döntők, az elődöntők, meg a döntők, egyre inkább elvált, mi a magyar kifejezés erre? Tudom, hogy a britnél a cream a croptól, de... Ja, az valami az ocsútól, azt tudom, de hogy mi az? Az ocsútól, igen, tehát itt eléggé kiviráglott az, hogy kik azok, akikben tényleg van valami plusz. És itt húznék párhuzamot ugye a Cruiserweight klasszikra, hogy szintén ugye ezt láttuk, hogy ott is az első kör az még az volt, hogy hát még mit keresel itt, te miért vagy itt. Hohulul. Meg ilyen meg ezek, és ugye a második körben meg ugye már láttuk azt, hogy hát ők ezért vannak itt. És itt is az volt igen egyébként, abszolút. Kivéve a jó Tyler nem a Jordan Devlin, aki úgy került a második körbe, hogy... Ahogy, majd arról is igen, beszélünk. Le kell szögeznem egyébként előjáróban azt, hogy szégyen nem szégyen, ezektől az emberektől, akik a versenysorozat részeként ringbe léptek, én teljes meccset még nem láttam a sorozat előtt, mert volt, hogy belenéztem így a Progressnek, vagy RevPro-nak, vagy valamelyiknek a videóiba, de még egyet nem bírtam végignézni belőlük, mert egyszerűen annyira távol áll az egész brit indie is, meg egyáltalán az indie is attól, amit én élvezni tudok a birkóban. Ugye látok egy rakás ismeretlen embert, egy nem túl ihletett tálalást, és akkor nézzem, ahogy birkóznak. Nem érdekel, ahogy birkóznak. Igen, mert a birkózásban a birkózás a legkevésbé lényeg, ugye továbbra is. Wrestling isn't wrestling. YouTube-oljátok be. Igen, szóval azért pár nevet azért mondjuk ismertük, ugye a Pete Dunne-t ugye ismertük. Bétet ugyanúgy. Meg a jó Wolfgang-et is, aki gyakorlatilag Skóciában az egyik istene a skót birkózásnak, szóval ugye... Vagy ugye Danny Burch, aki már igen, volt NXT-ben is nem egyszer, Trent Seven-nek a nevét is ismertem, vagy éppen ugye Mandrews-t, aki a TNA-t hagyta ott a WWE-ért, igen, illetve ezen versenysorozat kedvéért. Igen. Szóval voltak azért páran, csak ugye... Vártam tényleg... egyébként nála, hogy behívják, de nem hívták be. Ott még nem tartunk. Ott még mindig nem tartunk, hogy a TNA ennyire, hogy hívják, legyen. Már a New Japan meg az ROH már simán megy, meg ugye a RevPro is, meg minden, szóval ugye tényleg azokat gyakorlatilag a bemutatásoknál azokat a felvételeket mutatjuk, ugye a Progressét, a RevPro-ét, meg az ICW-ét folyamatosan. Mm-hmm.
Na most a körítés az nyilván lenyűgöző volt, tényleg, hogy a Debrevitől megszokhattuk, gyönyörű volt, kiváló produkcióval, kiváló kommentárral, és mindjárt itt az elején szeretném kiemelni Michael Cole-t és Nigel McGuinness-t is. Igen. Ugye McGuinness-től eleinte féltünk, mert hallottuk már mind a ketten kommentálni őt az ROH-ben, és tudtuk, hogy a hangja az finoman szóval sem kommentátori hang. De teljesen megállta a helyét. Meg a debüdi technikai mágiája is megoldotta ezt, hogy egy fokkal élvezhetőbb legyen, mint mondjuk az ROH-ben. Hát igen, az sem mindegy, hogy milyen mikrofonban mondja magáit. Colt pedig rég hallottam ilyen lelkesnek és motiváltnak, mint itt. Igen, ez volt az első, amit egymásnak megjegyeztünk, hogy Michael Cole továbbra is a világ legjobb pro wrestling kommentátora jelenleg. Továbbra is. És erre majd visszatérünk az adás későbbi részében erre a kijelentésre másokból. De lényeg az, hogy megint szeretném elővenni, hogy aki azt gondolja, hogy Michael Cole nem tud birkózást közvetíteni, vagy nem akar, hallgassa meg ezt a két epizódot. Az első mérkőzésen, a torna legelső mérkőzésen, ami a Trent 7 HC Dyer volt, az összes mozdulatot behívta, akkora lelkesedéssel, mint a húzat. Az összeset, igen. Itt látszik az, hogy Michael Cole nem csak, hogy tud, akar is közvetíteni. Neki ez a munkája. Csak ugye a biznisz történetében egyedül ő alkalmas arra, hogy fejben meg összeszedettségben képes legyen foglalkozni egyszerre mind a 30 dologgal, amit a WWE főműsorain a nyakába varnak, a szociális médiától kezdve a különböző promóciókon át, és ugye ne felejtsük el, hogy ott eléjük van tolva a bazinai papírkötek, hogy melyik meccsre mit kell mindenképpen átadni a közönségnek. A történetet hogy kell elmesélni, mit kell elmesélni, mit kell kiemelni, stb. Mit kell reklámozni, milyen szponzor van itt a képben, bla bla bla. Ami a többieknek annyira nem megy, hogy Mauro Ranalloik mellé oda kellett ültetni Tom Phillips-et, akinek csak ez a feladata, és semmi más nem csinál, azt McDonald, csak ezt. Igen, mert Ranalloikról kiderült, hogy erre alkalmatlan. Igen. És Cole az egyetlen jelen pillanatban a bizniszben, aki ezt meg tudja csinálni, és valószínűleg jól meg is fizetik érte, lojális is a WWE-hez, harmadrészt meg ez a munkája. Azt csinálja, amit a munkáltatója kér tőle. Pontosan. Itt viszont, ha hallottátok, láttátok, itt megkapta azt a lehetőséget, hogy birkózást közvetítsen, mint egy klasszikus play-by-play ember, és megmutatja, hogy senki nem csinálja nála. Senki nem csinálja, van abszolút. Nem véletlen, alatt ő is már 20 éve lassan, igen. 20 éve. McGuinness pedig érdekes volt abból a szempontból, hogy nem a klasszikus color kommentátor volt, hanem szakkommentátor inkább. Kifejezetten az angol, tényleg az angol sajátosságokra mentek, nem az angoloknál volt ez ugye divat, ugye gyakorlatilag a 70-80-as években, hogy kifejezetten ilyen embereket ültettek le, akik nem az amerikai stílus képviselték, vagy az amerikai stílus az, hogy általában van egy face kommentátorunk, meg van egy heel kommentátorunk, ugye. Vagy is, mert attól függ, hogy melyik korszakban vagyunk. Ez volt a klasszikus felállás. Igen. Az angoloknál ugye meg tényleg az van, hogy egy kiöregedett birkózót ültetünk le magunk mellé, legalábbis a klasszikus felállásban, aki tényleg a szakmai dolgokat hívja. Ahogy azt mondjuk láttuk Briannél, mondjuk a Cruiserweight Classicon is. Az is ez a típus volt inkább. Csak ő markautolva tolta végig az egészet. Nigel alkalmatlan arra, hogy Mark Out toljon, szerintem, hogy annyira hidegvérű volt mindig is karrier és valami minden során, hogy abszolút az. Szóval igazából az első napon, amikor az első részét, a 8-at döntőket néztem ennek a versenysorozatnak, akkor kicsit fölmerült nekem féltávnál az, amit a Progresszék videói kapcsán is mondtam, hogy egy idő után kezdett fárasztó lenni az, hogy jön a rengeteg ismeretlen birkózó egymás után, pláne amikor sorra jöttek a kis fekete gatyás emberek, akiket te előszeretettel behívsz. Tipikus indi, ugye mindenki fekete kis gatyában van. Kész. És egyébként látszott is, hogy tényleg ki az, akivel számolnak, meg aki kicsit egy szinten följebb áll, az nem fekete kisgatyában volt. Volt olyan is. Volt olyan Tyler is. Tyler Bate abban nyerte meg. Igen, jó, az kék kisgatya volt, az más. Az majd más. Ugyanaz. Ne, hát jó, de a Tyler Bate a klasszikus európai birkózót testesítette meg, a rövid bokacsizmával, a hosszú zoknival, a térvédé nélkül, meg a kis bugyival. Az a klasszikus európai birkózó hagyományosan. Az első napon igazából, aki nekem kitűnt, az első mérkőzés győztese Trent 7 volt mindjárt, a kis Mustache Mountain. Zseniális gimmick, zseniális gimmick. Imádtam. A Wolfgang, aki ugye egy nagy darab ember. Nagyon nagy darab ugye ember. ICW bajnok volt, és a hozzánk Magyarországra is több birkózót adó SVL-nek is volt a
oszlopos tagja a skútoknál. És ugye jön egy ilyen ember, és elkezd birkózni egy teljesen olyan meccset, amit egy ilyen birkózótól várnánk, aztán egyszer csak Swanton bomb. Igen. Out of nowhere. Meg Monsault. Az a barikádról. A barikádról, jó, ez igen. Később volt, de... Igen. De teljesen elképesztő. Szintén azonnal az első napon látszott a torna a későbbi legjobb híljén, Dannon, hogy belőle lesz valami, pedig itt még nagyon takaréklángra fogták. Igen, ott abszolút vissza volt fogva teljesen. És talán az első körnek a legérdekesebb meccse az a Danny Burch Jordan Devlin volt a finish miatt. Devlin egy... ez készen voltam rajta. Hát, ugye Devlin adott egy pelékikket, vagy valami hasonlót ugye a jó Burchnek, ami teljesen a koponya hátsó részén középen találta el gyönyörűen, ugye csörrel, ahogy szoktuk mondani ezt focival, és így gyakorlatilag így leérkezett a feje utána a campfestre, és így elkezdett egy hatalmas méretű vértócsa alakulni a feje alatt, ami nem jó jel soha. És a bíró itt leszámolta a hármat, annak ellenére, hogy Burch fölkapta a vállát ilyen 2,9-nél, és egy pillanatig teljes értetlenség volt részéről is, a kommentátorok részéről, a meg közönség. A produkciós stáb részéről is, és sokan töprektek azon, hogy itt mi történetet, és a mi személyes véleményünk az az, hogy ennek a meccsnek nem ez lett volna a finise, tehát nem direkt akarták ilyen kontroverzsorral csinálni, ilyen ellentmondásosra, hanem amikor a bíró levetette magát oda a földre, és látta, hogy terjed az a vértócsa, ugye akkor már megvolt a tus helyzet, jobbnak látta, hogy ha most okoskodás helyett gyorsan leszámolja a hármat, és utána tud intézkedni. A bíró feladata a meccsben mindig a birkózók védelme. Minden szervezetnél. A WWE-től kezdve a legkisebb indiig mindenhol az a legfontosabb szempont. Nem az, hogy a meccs milyen lesz, nem az, hogy a közönség mit reagál, a birkózót kell a refnek védenie mindig. Kifejezetten jó döntés volt, mert az nagyon csúnyán vérzett. Nagyon rossz helyen. Nagyon rossz helyen, mert ha ott a koponya alja kezd el vérezni, az mindig ijesztő. Szóval az ott... Az nem a homlok. Az nem homlok, nem izé, szem, nem hogy hívják, nem arc, nem orr, stb. Mert ugye Wolfgangnek az orra vérzett, sőt ugye behívták, ugye Michael-ek, ugye eltört az orra is, ami nem igaz, de az nem gáz annyira. De azt mondja, hogy ha a koponyát alja kezd el vérezni, vagy a füled, az nagyon gáz. Szóval az amit azonnal. Orvosi izé, minden. És azért valószínűleg ez lett ez a finish, szóval lehet, hogy még Danny Burch ugye tovább is ment volna, nem véletlenül ugye ő NXT-be is volt, meg azért hogy ismerik az amerikaiak, szóval valószínűleg ő is ment tovább, mert ugye a jó Jordan Devlin azon kívül úgy nézett ki, mint Finn Balor, semmit nem mutatott. Balor úgy öltözik, mint Finn Balor, olyan a haja, mint Finn Balornak, és még Finn Balor edzette is, igen. Ami nem nagy kunst, mert a félmezőnyt Finn Balor edzette. Igen, a másikat meg a jó Robbie Brookside. Burch egyébként jó volt, tehát sajnáltam a kiesését. Igen, egészen más volt itt ebben a környezetben látni, mint az NXT-ben. Igen, mert így látszott rajta, hogy ez ő. Mert ami az NXT-ben hozta azt az asszonyverőben, meg izéban lévő, ugye katonai cuccban lévő izét, azt nem tudtam hova tenni. Ez bakker, ez ő volt. Így már értettem, hogy igen, mi ez. Igen, itt értettem, hogy az igazi angol brawler. Ami hagyományosan egy európai karakter, azt értettem. Így van. Érdekes, hogy a későbbi győztes Tyler Bate, aki az első nap főmeccsét is játszotta, itt még nem tett rám túl nagy benyomást. Bár lehet, hogy ez a pozíciómat volt, mert ez egy 2 óra pure birkó azért az még mindig sok. Meg pláne ebből. Igen. Igen. De az is hozzátartozott egy kicsit, hogy ugye ő a Trent Seven-nek a tag team partnere. Igen. És amikor kijött a végén a főmeccsre, és pödörgette a jelentősen kisebb bajszát, mert jelentősen fiatalabb is ugye nála, akkor azt mondom, én ezt már láttam az adás során, és ez jobban tetszett. De az integet is az nagyon jó volt. Az nagyon tetszett. Arról abban a pillanatban tudtam, hogy imádni fogod. Persze, hát az zseniális. Viszont aztán később kiderült, hogy ennek is van egy kis fokozatos menete. Gyakorlatilag az egész tornát fokozatosra építették, legalábbis a két fő karaktert, ugye Dantis meg Bétet is folyamatosan fokozatosra építették. Mondjuk Bétről annyit megjegyeztem, hogy már az első meccsen is, hogy azok a zombizok nagyon durvák. Szóval ilyet csak Gabe-nél láttam utoljára, azok nagyon durvák, főleg egy 19 éves embernél. De abszolút külsőre is a hőskor birkózóit idézte. Igen, abszolút, igen. Jó, és ugye az első adás az azzal zárult, hogy összehozták a következő nap párosításait, a negyeddöntő párosításait, a Triggerék a bejáratnál, és Pete Dunne, akiről így előadták már, hogy hát itt nem nagyon érdekli az emberek testi épsége, itt megtámadta az ellenfelét a Page-hez és Sheamus-hez hasonlító bőrszínnel rendelkező Sam Gradwell-t. Aki egyébként nem volt rossz, kifejezetten is jó volt egyébként az első napon.
amire utána Riggel falhoz kente, de ezt nem hatotta meg őt. Igen. És akkor így már elkezdtük sejteni, hogy ez egy kicsit geci. Igen, picit geci. És akkor jött a második nap, ami, hát azt kell mondanom, hogy fantasztikus. Persze. Birkózás, és még fantasztikusabb bookingot hozott. Igen. Kezdjük az első részével, ami történt magával. Igen, hát nem is tudom, hogy melyiket emeljük ki. A Transylvania Full Gang Match iszonyat jó volt ahhoz képest, hogy nem volt 7 perc. Hát az elképesztő volt, hát amit azok műveltek, az a szuper indie volt az is. Igazából, hogyha megnézzük a mérkőzések futás idejét, akkor elmondható, hogy gyakorlatilag az egész torna alatt mindössze 3 olyan mérkőzés volt, aminek a futás ideje meghaladta a 10 percet, de egyik mérkőzésnél se érezted azt, hogy most keveset kaptál nem, volna. Abszolút nem. Ilyen, tényleg ez az ömlesztett, tényleg ilyen szintetizált birkót láthattunk, tényleg az igazi tévés meccs volt mindegyik, abszolút. De teljesen igen. Komplett tévés meccs, igen. Amiből semmi nem hiányzott. És azért a második napra már a karaktereket is ismerted. Igen. A CVC mintájára létrehozott kis karaktervideók jó szolgálatot tettek, tehát itt azért már képben is voltál a birkózókkal is másnap, és elkezdhettél törődni velük. Igen, abszolút egyébként. A felső ágat megnézve, ugye kihasználták azt, ami előző nap Devlinnel és Burchell akár szándékosan, akár igen. Véletlenül történt, és Devlinből a sorozat második legnagyobb híliét csinálták. Igen, megoldották. Jó, mondjuk Bate ellen nem volt nehéz, mert Bate gyakorlatilag egy modern Daniel Bryan, mert ránézel, és ez a szomszéd kisfiú, aki aranyos, viszont kurva jó, ezért drukkolok neki. Valaki behívta az neten, hogy ennek nem Trent Seven Tag Team partnerének kéne lenni, hanem Gallagherének. Igen! Mondjuk azt én is behívtam a gála, igen. Ezt azonnal oda kell rakni Gallagher mellé. Mert zseniális egyébként. Nem néztem meg, de Gallagherék tegnap I Forfeit meccset játszottak. Igen, én sem néztem még meg. 205 Live-on. De Mike Witt, I Forfeit, igen. Tehát rangolok, hát mit vársz? Meg ugye azért Devlin betolt a Börcsnek még a superkicket a meccs utáni készfogásnál, ami így hozzátett a gépezethez. Az ömlőv vérző fejjel, ugye. Amit szerintem valószínűleg ott hívtak be Hunterék ugye a gorillából. Akkor superkick. Akkor csinálni negatívumból pozitívumot, igen. Ugye. Az ifjú Padawan Hunter nagyon jól dolgozik. És ahogy megnézzük a Trent Seven Wolfgang meccset, ami mint mondtad nagyszerű szuper volt, volt. Ismét fölhívnám a figyelmet a bookingra, hogy mennyire klasszik booking, hogy belengedtük azt, hogy az elődöntőben esetleg talán a két csapattárs, igen. Bate és Seven találkozhatnának. Ami azért mindig egy magával ragadó lehetőség, egy csábító lehetőség. 96-ban a WWE az alapvetően kiszámítható szituációban ezt akkor játszott el nagyon jól, amikor ugye Michaels megnyerte a Rumble-t és Hart-tel mehetett a Mániára. De előtte Owen Hart-tal még volt egy kihívó jogvédő mérkőzése. Mert jó, hát igen, de hogy a két tesó a bajnoki címért, az azért az mégis. Mindig, igen. Igen. De a jó Wolfie-ban tényleg bemutatta, hogy 10x éve birkózik. Akkor mint egy hegy, és van atletikus, mint bakker, nem tudom, mint tényleg. Nem láttam ilyen ekkor embert, vagy ilyen atletikusságot, nem a régen. És vérfarkas rajongó. Igen. Nerd! Nerd, teszünk nerd. Hulk Hogan tetoválása van a karján. Persze, hogy nerd. Mindegyik nerd. Továbbra is. Azon teljesen szakadtam. És Michael Cole-ék behívják az első napon, hogy Hulk Hogan tetoválása van a karján. Anyád. Jó. Az alsó ágat megnézve, ugye ott volt Mandrews, azaz Mark okay. Andrews, aki hát a tipikus spot monkey-t játszotta ebben a döntősben. Az még rosszabb volt. Tehát az, ha már a Wolfgang-es meccsen azt mondom, hogy indi, akkor ez a szuper-szuper indi volt. Ugye ez volt a második meccs a napon, ha jól emlékszem. Connerszel? Ja, félfülűvel. Igen. Fú, az mennyire indi volt, te jó ég. A rengeteg külső spottal, a iszonyat kevés sellinggel, ugye továbbra igen. Is. Az tényleg az volt, szóval jó, hogy kellett is a tornában, mert mindig kell, ugye most kell a frissítés egyébként tényleg, igen. És Andrews azért kilógott, mert más nem nagyon csinálta ebben nem, a tornában. Nem, abszolút Andrews volt az egyetlen, aki tényleg a szuper indit hozta. Érdekes, Connerset nagyon fölhypolták Kólék is, de én nem láttam benne annyit. Nem. Oké, hogy fél füle van, de ez a tradicionális hosszú fekete haj és a fekete kisgatya. Igen, ilyet láttunk Skóciából már párat. Igen. Csak valaki kövér volt, valaki meg nem. Szóval annyira nem nyűgözött le. Viszont Dan a második napon kezdett el igazán igen, virítani. Igen, nagyon jó volt. A rengeteg izéval, csavargatással mindig szuper. Bruiserweight, már ez is kurva jó egyébként. Persze,
a Daniel Bryan színhasználat mennyire király volt végig a tornán egyébként, igen. Ugye? Zseniális volt. Meg ez a kis klasszikus izé, amit igen, nagyon klasszik Turk, amit nem láttunk Trump. Szerintem, vagy Trunk, igen, a nagyon klasszik Trunk, amit nem láttunk szerintem senkitől, kb. Aki ilyen méretű. Meg ez a fej, ami annyira undorító feje van. Tipikusan angol feje van, egyébként mindegyiknek angol feje volt. De neki tipikusan az van, szóval az angol munkásosztálybeli srác, aki bőrdzsekiben, meg punk hajjal cigizik az ilyen sorházaknál. Igazából az ilyen primitívebb angol másodosztályú focisták jutott meg eszembe. Igen, a Owen Hargreaves, meg ezek tényleg az ilyen fejűek. Rooney, meg ezek tényleg csak ilyen. Csak jött befele és felszegi az állat, és odarakja a két öklét, mondom, fáj magadat pofán vele. Igen. Ez a, tényleg ez a, ti annyira zseniális, hogy tényleg ez a tegyérbászó hír, akit tényleg mint te is megütnél, csak tudod, hogy megver. Ezt ugye ott fejeztük be az előző napot, hogy Dan egy kicsit geci. Itt most az ellenfelét, Gladwellt, akit előző nap megtámadott, egy kézfogással fogadta volna. Oké, ez eléggé geci. És akkor az egész mérkőzésen gyönyörűen rádolgozott a tegnap megsérülő hátra. Igen. Olyan szinten, hogy a finisht csak azért is a hátra vitte be, és nem a saját finisherét használta. Igen. Nagyon jó. Booking 101. Szétbaszta a hátát. Ez nagyon geci. És szétbasz. Nem elég, hogy nagyon geci, még szét is basz. Igen, és még szét is basz. Jó. Melyik volt az előtt, a következő elődöntő? Az első elődöntő a az másik ág volt. Nem, a Dunnak az ága volt. Ja, Dunn ága volt. Ami egyébként szintén egy klasszikus book, tehát az ugri-bugri közönség kedvencet, igen. Az abszolút közönség kedvencet győzi le. Abszolút. Tényleg a tipikus, hogy hívják, klasszikus book megint. Mert ugye mindenki azt várta, hogy Andrews fogja megnyerni egyébként, ugye, mikor a népsort megláttuk. Ugye mindenki azt várta, hogy akkor majd Andrews szépen ebben kicsit megnyomjuk hátulról, ha már ide jött. Aztán nem. De nagyon jó volt ezen a mérkőzésen az, hogy itt nem zavart speciál Andrewsnak az ugrabugrálása, mert ezen a mérkőzésen eladták azt a sztorit, hogy Dunnak a bunyójával szemben az az egyetlen esélye, ha megállás nélkül viszi be az ilyen high-flying igen, manővereket. Igen, igen. Gyakorlatilag ez is ugye a 90-es klasszikus sztoria, amikor ugye tényleg a technikás wrestlert összerakjuk ugye a high-flyerrel, ami ma már tök minden, mindenki tud mindent csinálni, de akkoriban azért még nem volt annyira. Szóval ez tényleg így a Mysterio versus mondjuk Eddie, Mysterio versus Benoit, vagy Mysterio versus Malenko, ami a legdurvább ellentét, mert ugye Malenko életében nem ment fel, szerintem a fölzsököt érre. Viszont szerintem ez volt a torna egyik legjobb meccse az elődöntőben, a Andrews Pittben. Tehát itt a karakterek annyira jó kontrasztban voltak egymással, és jó történetet elmeséltek. A másik elődöntő pedig ugye arról szólt, hogy Tyler Bate, akit szép csendben, nagyon csendben elkezdtek építeni Top Babyface-nek. Nagyon overrated-ettük. Megkapta az egész mezőny legnagyobb emberét az elődöntőben. Meg ugye az izét is, ugye gyakorlatilag ugye a veterán versus újonc izét. Újonc. Hogy beszélünk 19 éves emberről újoncként, amikor már 7 éve birkózik? Vagy mennyi ugye? Ja, hülye angolok, angol hülye. Persze. Ez... Egyébként a fél roster ilyen volt, mert ugye mindenkire mondták, hogy a 12-13 éves korában kezdte. Anyád! Miért? Amikor valamelyik 21 éves és 10 éves tapasztalata van. Mi? Hát ha van hol birkózni, és van aki birkóztassa, érted? Jó, de tehát nálunk 14 éves kor alatt nem bumpolhatsz. És 18 éves kor alatt nem léphetsz műsorba. Igen. Na jó, de nálunk egy darab szervezet van igazából, igen. Évi 7-8 gálával. De akkor is. Meg... Jó, van 30, de akkor is durva. Szóval mindegy, szóval tényleg ez a tipikus veterán versus fiatal, meg ugye a nagyon meggonoszuló veterán a tényleg Never Say Die Babyface ellen. Szóval... Akinél ugye mekkora a dolog volt az, és végig ez benne volt a meccs, hogy bevitte rajta a finisherét. Igen, igen. Tyler Driver 97. Mert 97-es a srác! Igen. Ami nagyon kiakadtam, mert olyan hihetetlen. Igen. Nem ijesztő. Na mindegy, és akkor ugye megvolt ez is, ugye jó Tyler továbbment. És ilyen mérkőzés után, miközben éppen ünnepelne, jön Dan, hátulról megtámadja és szétbassza a vállát, amivel előlép a szupergeci üzemmódban. Igen. És itt csak azt sajnáltam, hogy amikor Regal kirontott, hogy hátra zavarja, nem rakta be a Regal stretchbe. Igen. Igen. Vagy egy Regal Plexa izén ott kín a lámpán.
Jó, de azért szeretném, hogyha még egyszer végigmennénk itt a bookingon, hogy ezt milyen zseniális fokozatossággal csinálták. Bét, aki a top babyface volt, az első nap megkapta a főmeccset, megkapta az időt arra, a leghosszabb meccset, hogy valamit alkosson, semmi kirívó vagy el, semmi egyéb, egyszerűen megkapta a teret, meg mindent arra, hogy itt tegye a dolgát, és jó legyen. Másnap megkapta az a torna második legnagyobb híjét, akinek a legnagyobb hitje volt az előző nap történtek után, felülemelkedett rajta, majd megkapta a nagy darab veteránt, és meglepetésszerűen azon is felülemelkedett. Bét engem ezen a ponton kezdett el érdekelni. Egyébként engem is, igen, szóval, de Devlin, mert Devlin úgy volt, jó, vagy kényszerből ez a book, rendben van, akkor majd Bét tovább megy. Vagy Devlin tovább megy, mert akkor átveszik Börcs helyét, vagy a fansz tudja, mert ugye nem tudtam, nem láttam át a bookot, mert szerintem ott egyébként Börcs ment volna tovább. Mert azért mondjuk a Börcs Bét az mondjuk jobban kontrasztos lett volna, igen. Mert ugye Devlin azért volt ott, mert kellett valaki. Sajnos tényleg egyébként. Utalag jól jött ki. Igen, utalag jól jött ki. És itt kezdett engem is érdekelni, hogy a jó Wolfi tényleg iszonyat impresszív volt mind a két első meccsben. És így, na most fogunk kezdeni a fiatallal. És az, hogy a fiatal gyakorlatilag teljesen pariban volt a veteránnal, az ott kezdett érdekelni. Dánnál ugye pont fordítva, mert az első napon is ugye érdekelt, mert ugye gyakorlatilag a remek nevű Roy Johnson. Miért birkózol ilyen névem? Ez a sarki fűszeres, bazzeg. Meg egy boxoló, ugye? Mert az ugye volt egy ilyen boxbajnok, ugye Roy Johnson. Az Roy Jones volt. De Johnson is volt. Arra nem emlékszem, én csak a Roy Jones Juniorra emlékszem. Az is volt. Meg tényleg ez a miért birkózol ilyen névem? Na mindegy, szóval ugye jó, Pete, de már ott is azért elég impresszív volt. Ugye? Impresszív, de ott még inkább a brawling, meg a nem törődöm stílusa volt a kép, és nem az, hogy mennyire geci. Show végén ugye elkezdjük Redwell a cuccot, amire másnap rájátszunk az első meccsén. Legnagyobb közönségkedvencet eltakarítatjuk vele, és eljutunk a forráspontig, amikor Dan hátba támadja Bétet, és eljutunk oda, hogy Dan abszolút a top heel, és Bét pedig az abszolút underdog babyface, aki handicappel indul a fő a döntőben. Viszont ugye nem rendezhetjük egyből a döntőt, ezért kell egy kis pihi. Mit csinálunk? Kiküldjük az iszonyat over Neville-t. Ugye? Aki próbál heel promót nyomni, csak nem sikerül neki, mert éjjenzik mindenre. Igen, de egyébként ez a Neville sokkal jobban tetszik, mint a Face Neville, mert ez végre csinál valamit és értelmes. Igen, és nem is volt rossz promó egyébként. Nem, kifejezetten jó volt, mert rájátszott arra tényleg, amit ugye mindenki egyébként ez, miért hagytuk ki a Cruiserweight Classicból ezt az embert? Persze, mert sérült volt, azért hagytuk ki. Miért hagytuk ki ebből? Az már egy jó kérdés. Meg miért hagytuk, hogy a 200 level zseniális egyébként a karakterépítése Neville-nek. Még szerintem ebből azért hagyták ki, mert itt semmi értelme nem lett volna, hogyha elveszi a spotlightot. Amit ugye egyébként meg is mondott, ugye, hogy ha ide rakunk, akkor rám figyeltek mindannyian, ha magyarra átfordítjuk azt, amit promózott gyakorlatilag. És akkor közlő, hogy hát úgy sincsen Európában senki, aki le tudna győzni. És akkor kihozzunk egy rettentően fölhízlalt, rettentően nagy drop Tommy Endet. Szerbusz végzett, Tamás! Ugye, tényleg így, jött a random zene. Ugye tudtam, hogy jön Tomi, mert ugye láttam a WWE Libet Common ugye reggel. És így mondom, ez random zene! A közönség se tudta ki ezt, megjött az ugye a feladat, hogy Tomi End, fölrobbant az aréna, ugye, mert ugye Tomi birkózott rengeteget a Progressben. És ez ugye ez gyakorlatilag a félig a Progress közönsége volt, meg a Ref Pro-ban is ugye. Hát Tomi ugye 14 éves veterán szintén Európában, tehát azért ő nagyon-nagyon sok helyen dolgozott már. És egyébként érkezett hozzánk kérdés arra vonatkozóan, hogy ugye őt az NXT-ben átnevezték Aleister Black-re, és most itt a saját nevén debütált. A kettőnek semmi köze egymáshoz, arról nem is beszélve, hogy nem az NXT TV-ben debütált ezzel a névvel, hanem NXT House Show-n, ami azt jelenti, hogy ez kvázi csak próbafutás. Igen. Persze nyilván valószínűleg azzal megy fel az NXT TV-be is, de itt ennek semmi jelentősége nincs. Itt azért kellett Tommy End-ként küldeni, mert itt pontosan tudta mindenki, ki az a Tommy End. Jó, még ha meglátták volna, akkor is tudják ki, de ugye... Meg így eltettek róla mesélni egy csomó mindent Kólék. Igen. Kól, hány Tomi End meccset nézed meg szerintem, mielőtt ezt lekommentáltam, mert ugye gyakorlatilag... Nem tudom, de az biztos, hogy ha nem is volt felkészült, annak tűnt. Igen. És Tomi impresszív volt, abszolút. Volt, na az ő meccsükben láttam azért bakikat, de impresszív volt. De egyébként impresszív. Meg az, hogy főpakoltak rá legalább 10 kg cuccot, az... Az kellett neki, amikor ugye itt volt nálunk tavaly, és ugye leültünk vele interjúzni, akkor azért elég vékony volt a jó Tamás. Jó, tudod, hát a felvételinél van bizonyos orvosi. Igen. Megkapod szépen az étrendet, megkapod, hogy mit kell edzeni, és csináld.
Szóval egyébként ez jó meccs volt. Igen, kifejezetten jó meccs volt. Határozottan jó volt. Aztán ugye kijött azért Balor, akiről rájött, hogyha rájöttünk megint, hogyha időhúzó promó kell, akkor ne őt küldjük. Azt szerintem egyébként random volt, mert szerintem egyébként nem illik rövidebbet csináltak, mint amit kellett volna, mert ugye kólék sem nem tudták, hogy most mi a franc van. Akkor menjék ki Balor, miért ne? Fúj, de rossz volt ez a promó. Nagyon rossz volt. Tomi, Balor, ne promóztassuk. És akkor azért mindezek után jött a főmérkőzés, Tyler Bate és Pete Dunne. A két nap alatt, sőt gyakorlatilag 3,5 óra alatt fölépített top babyface a top heel ellen. Igen, hát klasszik booking, igen, tényleg. És a mérkőzés is maga klasszikus, tehát azok a kezdeti igen. időszakok, az olyan apró fogásoktól kezdve, hogy Regal személy lyukat égett Dunne-ba, miközben ott vonul be és tartja az övet a kezében, vagy amikor Bate így keringenek egymás között, és Dunne így kicsit lemaradva végig csak a vállát fixírozza. Fantasztikus. Annyira klasszikus angol birkó volt ez, ami hihetetlen, ugye csináltak rengeteget. Utána ugye megvolt tényleg a meccsek a klasszikus felépítése is megvolt tényleg. Ugye hagyományosan ugye, hogy tényleg hogy építünk fel. És ugye a jó Bét megkirúgott ugye Dunne finisheréből. Ami giga, mert ugye egyébként az, ott eladták teljesen. Ami egy kurva jó finisher, az a Pump Handle Flatliner, amit az ugye Bitter Ennek az zseniális. Zseniális. Az, én is néztem az első nap, hogy bazen, ez buzi durván néz ki! Tudod, de, tudod, ilyennkor mondanám azt, hogyha a WWE-ben lennék, ezt lenyúlom. Igen, ezt lenyúlom. Egyébként az izé, a Tyler Driver is jó. A Tyler Driver is kifejezetten jó, igen. Jó finisher. Pszichológiailag nagyon rendben volt a meccs, ahogy rámentek arra, hogy Bate-nek mikor jön el az az adrenalin pontja, amikor képes lesz használni igen. a karját, hogy be tudja ezzel a karral vinni a finisherét, ugye. Nagyon-nagyon jó rájátszottak az egészre. Azok a periódusok, amikor Dunne-nak a fenkölt magabiztossága pillanatokra kétségbeesésre változott, amikor ugye védekezésre kényszerült. Meg az, hogy ugye a jó Bate mindenből kirúgott. Ugye a klasszikus Never Say Die Underdogok jellemzője. És 19 éves lesz továbbra is. Hát azt gondolom, itt alapvetően mind a ketten nyertek. Igen, nagyon sokat. Az, hogy rengeteg pénzt fognak fizetni nekik az angol indik ezután, az biztos. Meg a fél Európa is rengeteg pénzt fog nekik fizetni, ameddig ugye a WWE nem indítja el a kis angol műsort valószínűleg, ugye? Hát ha ebből indulok ki, akkor csak időkérdése egyébként az is. Hát ha azt nézzük, hogy a Cruiserweight Classic is siker volt, és abból jött a 205 live, akkor ez még nagyobb siker, abszolút. Legalábbis angol téren biztos, meg szerintem világtéren is egyébként, mert maga a cucc is jobb volt. Persze. Ott volt a produkció mögötte, igen. Nyilván. Meg tényleg egyébként az, amit én láttam ebbe, ez a Cruiserweight Classic továbbfejlesztése. Abszolút. Mert gyakorlatilag a Cruiserweight Classic-a kipróbáltuk a következő lépést, ugye az expanzióhoz, hogy elviszik ugye tényleg a saját kis versenytornánkat a helyi piacra építve, és a helyi tehetségekkel. Ugye a Cruiserweight gyakorlatilag ennek volt a próbája a világpiacra, ugye azért a világszintű tehetségekkel. És itt ugye gyakorlatilag ezt lokalizálva kaptuk meg, hogyan alkalmazzák ezt egy helyi piacon. Igen. Zseniális volt. Abszolút fantasztikus volt. És ezek után, ha ezt még meg tudják csinálni a mexikóival is, meg a nagyon összességűben lévő Japánban lévő cuccal, akkor tényleg beszarhat a New Japan Pro Wrestling. Hát azt hiszem a brit birkózásnak az a része, ami most nem tagozódik be szépen a WWE alá, mint ugye az Insane Championship Wrestling, ami a meglehetősen megbízhatónak számító PV Insider információja alapján centikre van attól, hogy a WWE tenyerébe csapjon, és onnantól kezdve az ICW-nak a műsorai szépen mennek a networkre. Igen. Ezt így itt hagyom. Igen. És akkor arról nem is beszélünk, hogy a RevPro meg a Progressnek a promóterei az első sorban ülik végig a két napot. Progress meg az ICW-t be is mutatták, igen, külön. Igen, akkor nem beszélünk arról, hogy ugye a vácskulcsoros srácok is ott voltak egyébként, ugye? Muszáj nekik már megdöglenek. Persze. Hát most az lesz, hogy ha nem tagozódod be a WWE-re, meg fogsz dögleni konkrétan. Főleg ezután, mert itt elkezdett a WWE tényleg csinálni az angol műsort, amit Hunter így belengetett. Hogyha sikeres lesz a torna, akkor csinálunk angol műsort. Sikeres lett. Igen. Ez kipipálva. Igen. És az angol piac mégiscsak Európa harmadik legnagyobb piaca a 65 millió emberrel. Viszont azt gondolom, hogy ez a torna megmutatta, hogy függetlenül attól, hogy WWE vagy nem WWE, a brit birkózásnak alapvetően nincs mitől félnie. Nem. Mert a brit birkó gyakorlatilag újjáélet. Él és virul. És igen. Itt láttuk, hogy milyen emberanyaga van, és ezt a WWE, mint láttuk, nem használja rosszul. Nem.
Abszolút nem. Kezdjük bekerül. És nekem az volt az első gondolatom, amit a doktornak szerintem le is írtam, hogy lehet, hogy csak akartam, hogy a WWE még megmutatta, hogy nem csak Sports Entertainment tud a világon a legjobban csinálni, bár azt éppen mostanában nem annyira megy, bár azt megint az egész tűrető volt, valami összeink az adásmások fejében, de hogy wrestlinget is a WWE csinál a világon a legjobban. Hát pont erre akartam egyébként kiukadni most majd a végén. Bate Dunn ugye kiváló mérkőzés volt, de a bookingot kell kiemelnem az egész gálával kapcsolatban. Tehát ezt a klasszikus Wrestling 101 bookingot, amit csináltak, ez zseniális volt, és ugye ezt a bookingot ezt úgy határozhatták el, hogy két alapvető ténnyel számolhattak a gála folyamán. Igen. Az egyik, gyakorlatilag, ha nem nyúlnak nagyon mellé a győztes kiválasztásával, miért nyúltak volna, akkor a helyi angol közönség úgyis fel fog zabálni mindent. Persze. Kettő, ezt alapvetően egy szűzpiacnak fogják megmutatni. Laikusoknak. Igen. Akik hozzánk hasonlóan most először látják ezeknek a birkózóknak a nagy részét ilyen platformon, mint a Network. Abszolút. Ennél fogva egy nagyon egyszerű, de nagyon hatásos bookingot vetettek be. Tényleg, ahogy fölépítettek, 3,5 óra alatt egy top babyface-t és egy top heel-t. Igen. Zseniális volt. Tehát tényleg, ahogy megmutatták az NXT-ben is, hogy a saját alternatívájukat jobban meg tudják csinálni, mint a TNA, az ROH meg a többi együttvéve. Tudnak ezek, ha akarnak, és tényleg ez ilyen jó bookingok, mondatják azt velem, hogy nem értem, mi az Isten történik a Raw-n. Igen, igen, abszolút. Én is ott vagyok, hogy miért csináljuk ezt? Miért csináljuk ezt, amikor ez így működik? Az NXT is működött, amíg le nem fejeztük. Booking téren még most is működik, csak rosszabb az emberanyag. Igen. És ugye ebben a két torna meg megmutatta, hogy full random emberanyaggal, mert mind a kettő egyébként full random volt, és a nagy közönség számára ismert az emberrel, még ha mondjuk a Cruiserweightnek is azért egy jobb nevű cucca volt, ugye jobb nevű mi az mezőnye, fullan, gyakorlatilag a Cruiserweight mennyi volt? 5 része van, emlékszem, vagy 6, még egy kicsit több. Az több 10, volt, 10 körülményeket. 10. Itt meg két része alatt be tudunk mutatni. De ott 32-en voltak egyébként. Igen, 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 az tény, hogy ott 10 része alatt be tudunk mutatni karaktereket, ott is, mert azért Ibushit bemutattuk, ezért bemutattuk, Perkins bemutattuk, Kendrick sztoriát bemutattuk, Tajiri sztoriát bemutattuk. Itt meg gyakorlatilag tényleg Wolfgang sztoriát is nagyon jól elmeséltük, hogy a veteránnak az egyik első és egyben utolsó lehetősége ez, hogy a WWE felfigyeljen rá. Tylernek azt, hogy ő neki ez az első nagy kiugrási lehetősége, és is iszonyat fiatal és iszonyat király. Dunnak tényleg azt a hihetetlen flegmatikus, egoista, semmivel nem törődöm attitűdjét bemutattuk gyakorlatilag két nap alatt. Andrewsnak meg bemutattuk azt, hogy ő egy szuper indie majom. Gyakorlatilag tényleg, szóval aki az elődöntőben került, mindenkinek elmeséltük a történetét teljesen. De még Devlinét is elmeséltük impromptuba, hogy gyakorlatilag Balornak az árnyékából akar kiszakadni. Igen. Fantasztikus volt, igen. Tényleg. Elképesztő tényleg az, hogy mennyire profin és mennyire makulátlanul bukkolták ezt az, igen, egész versenysorozatot, úgyhogy le a kalappal azok előtt, akik ezt készítették, és természetesen a birkózók előtt is. Érdekes dolog ez, mert sokan vitáznak azon, hogy a booking a mainstream pro wrestlingben mikor csúszott félre. Sokan ugye például arra hegyezik ki, hogy amikor a hollywoodi írók vették át a Patterson Jim Ross félék helyét Vince jobb kezeként. Sokan például a hétfő esti háború korszakára gondolnak, amikor ugye kicsit úgy nézett ki a szituáció, mint az amerikaiak meg a szovjetek nagy űrversenye idején, hogy mind a kettő olyan iszonyatos mennyiségű pénzt, anyagot ölt bele hétről hétre a termékbe, hogy azon az egy héten felülmúlják valahogy az ellenfelüket, hogy ez rövid távon sikert ért el, hosszú távon viszont irgalmatlan inséget hozott a műfajba. Gyakorlatilag a Ruthlessnek a végre úgy kicsontozta az ipart, teljesen az attitűd meg a Ruthless eleje, hogy tényleg semmi nem marad benne. Mondom, én ezt a nagy űrversenyhez hasonlítom, igen, tényleg, igazából, tényleg, meg a következményeit is. Hát gyakorlatilag az amerikaiaknak is jött egy gazdasági válság az űrverseny végén, 92-ben, amikor Bush lett az elnök, vagy 92-ig, amíg az öreg Bush volt az elnök. Igen. 94-ig. Na, mindazonáltal megtekintésre, 92-ig egyébként, megtekintésre ajánljuk mindenkinek ezt a két részes versenysorozatot. Az elsőn talán inkább a hardcore birkórajongók tudnak nagyobb lelkesedésre átvergődni, de a második az mestermű. És még egy pillanat, amikor Bét megnyeri
az egészet, és ugye benn van Hunter, benn van Balor, benn van Regal, és benn van Finley, gyakorlatilag a biznisz egyik legnagyobb legendája ugye Hunter. Az angol biznisz, az angol wrestling legnagyobb legenda, egyik legnagyobb mainstream szintű legenda a Regal, meg az angol, meg így a brit wrestlingnek az egyik pápája, ugye a jó Finleyvel. És a jelenleg, a szigetek jelenleg legmagasabban rangsorolt birkózója. Igen, igen, szóval azért, és így Béten láttad, hogy lefagyott. Teljesen, hogy hol vagyok. TylerBate.exe stopped working. Igen, igen, és utána megnéztem a net a www.com-on a izén, a kis után kijöttek ugye a birkózók, és ugye volt kis promója neki ugye a kamerákon kívül, amikor pesgőztek már, és így annyira szerény az a srác, hogy ez valami hihetetlen. Tyler Bate nagyon sokra fogja vinni, ha nem megy a fejébe a dolog. És abból, amit láttam tőle az elmúlt pár napban, abszolút nem fog. Lehet, hogy pici, de meg fogja oldani. Jól van. És akkor most Bate integetésre elköszönünk. Sok sikert a résztvevők mindegyikének, és most nem sokára jövünk vissza, még nem tudjuk mivel. Alright, gentlemen, you have 3 minutes, and you better make it good. És akkor visszatérültünk egy 3 minute warning-gal, ahogy azt ti hallottátok a kis intróból. Már régen volt úgyis. Így van. Bár ugye a WWE nagyon hírzállatot rendelt el gyakorlatilag egy-két hónapja, szóval semmi értelmeleges nem jön ki. Csak ilyen félpletykák, meg ilyesmik, szóval így kicsit megnehezített a dolgunkat. Azért jön ki bőséggel, mert ugye Meltzer minden héten szolgáltatja a kis... Meltzer részegen podcasttel, meg részegen írja a hülyeségeit, igen. Kornett is folyton részegen podcastelőt, mégis imádod. Mert Kornett nem beszél hülyeséget. Dehogy nem. Kornett világirányi hülyeséget beszél. Akkor fogalmazunk, hogy kevesebb hülyeséget beszél, mint Meltzer. Mert Kornett legalább benn van a bizniszben, Meltzer meg soha nem is volt benn a bizniszben. Nem. Nem. Na mindegy. Na jó, akkor... Szóval van egy örömteli hírünk, van egy szomorú hírünk, meg van egy meglepő hírünk. És így kezdjük a rossztól a jó felé, szóval kezdjük a rossz hírrel. Tehát rossz, meglepő és jó. Igen. Jó. Én is akkor indítom is a 3 percet. Sajnos ugye a WWE közölte velünk, meg ugye a fél internet ugye erről beszél, hogy Jimmy Superfly Snuka ugye eltávozott az élők sorából. Valahogy úgy érzem, hogy ez neki jobb. Egy kicsit, mert itt az egész jogi herce urcával, meg minden, ami zajlott így már egy jó egy éve azért. Szerintem mindenkinek jobb alapvetően, és igazából azt tudnám hozzáfűzni az egészhez, amit Mr. Tito tett a Twitterén, mint kijelentést, hogy Snukáról nem szeretnék nyilatkozni, de minden családtagjának és barátjának őszinte részvétemet szeretném nyilvánítani. Igen, kb. Ezt lehet egyébként így. Így, annyira ellentmondásos ez a hír, hogy ez olyan hihetetlen tényleg, hogy a WDB is mögé állt, mert azért nehéz lett volna kicsit ezt elhallgatni, hogy az egyik legnagyobb legendai, gyakorlatilag amire a 70-es évek vége épült. Hát gyakorlatilag, hogyha belegondoltok, az az 1983-as ketrec mérkőzés, amit Snuka és Don Muraco vívtak egymással a Gardenben, az gyakorlatilag egy generációnyi birkózót inspirált. Emlékezhetünk Mick Foley-nak a történetére, aki nem tudom hány órát utazott autóstoppal, hogy ott lehessen a kis rendezvényen. Gyakorlatilag meg a 90-es évek nagyjainak a fele tényleg, ugye tényleg Superfly-nak gyakorlatilag az inspirálottja volt. Plusz tevékeny részese volt például, igaz, hogy külső résztvevőként az első WrestleMania a főmérkőzésének is. Abszolút. Ami szintén egy nagyon-nagyon komoly terep. De hát valóban ugye a jogi dolgok és az, ami ott a 80-as években történt az akkori barátnőjével, azok azért örökké tisztázatlanok maradnak, örökké gyanúsak maradnak, és ezért is mondjuk azt, hogy ugye a halottról szokták mondani, hogy vagy semmit. Viszont ennek lehet egy olyan oldala, hiszen ugye a róla készült videó bejátszásban is szerepet kapott, hogy Tamina lassan jöhet vissza. Igen, igen, igen. Taminát ugye ezért jegeltük az elmúlt pár időszakban, egyrészt sérült volt, másrészt meg ugye a jogi dolgok egy kicsit kellemetlenek voltak a WWE számára. Hát harmadrészt meg gondolom a beteg apjával volt. Igen, 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 azok a másik fele. Szóval igen, Tamina visszajött, aki egyébként nem valószínű, hogy sokat marad, mert azért ő sem fiatal már. Hát nem fiatal, viszont rövid távon azért még kellő oda, mert hogyha megnézzük, az a rónői mezőny az élen pillanatban nagyon fog híjas. Igen, igen. És főleg, hogy Miki is ugye a SmackDown-ra távozott, amiről fogunk beszélni majd az adás második felében. Így van. Úgyhogy meglátjuk, hogy hol lesz esetleg helye. Az minden esetre bizonyos, hogy Jimmy Snuka személyében egy Hall of Famer veszítette életét, és egy olyan birkózó, aki a 70-es, 80-as években nagyon sokakat inspirált arra, hogy elkezdjék ezt a pályát, és ne felejtsük el, hogy Snuka azért gyakorlatilag majd, hogy nem élete utolsó évtizedéig rendszeresen ringben volt, különböző indie műsorokon ringbe lépett. Sőt, meg a WrestleMania-n is.
2009-ben itt van. Hát mondjuk az olyan is volt. Fú, de rossz volt. A Jericho versus legendák mérkőzés. Az onnantól kezdve volt jó, hogy Steamboat-tal rekedtem. Igen. Az ki onnan lett jó igazán. Kaptak is egy singles-t utána. Igen. Na jó. Jó van. Belefértünk az időbe. Megspóroltunk 5 másodpercet. Igen. Jó, a következő egy meglepő hír, az pedig a mai nap egyik vezető híre, hogy Michael Cole szeretné, ha inkább áthelyeződne a hangsúlya a karrierjében immáron a backstage-ben lévő dolgokra, és nem szeretne annyit szerepelni. Ugye erre utaltam a brit versenysorozatról szóló részben, hogy beszélni fogunk még róla. Ami azért is nagyon érdekes ez a hír, mert ugye szóba került, hogy Cole jelen pillanatban az egyetlen olyan pankrációs kommentátor a világon, aki a total package, tehát mindent meg tud csinálni, amit a WWE kér tőle. Lehet egyébként, hogy Tom Phillips-et erre próbálják tanítani, hogy az NXT-ben alapvetően a kommentálást és egy műsor vezetését ő csinálja. Nem rosszul egyébként, szóval... Hát jobb, mint egy-két éve volt. Igen, tehát, sokkal jobb. Tehát amikor Rich Brennant kirúgták, akkor emlékszem, hogy még húztuk a szánkat, hogy miért azt rúgták ki, és miért nem Phillips-et. Igen, akkor még húztuk rá, igen. De most már azért, főleg Corey-val együtt nagyon jók. Most azért a SmackDown-on őt próbálják erre okítani. Végül is Cole számára ez egy logikus továbbfejlődés lehet, hiszen ő azért már a színfalak mögött dolgozik az idején nagy részében. Így van, ugye gyakorlatilag a produkciós meetingeken ő a főnök. Mármint ugye gyakorlatilag ő vezényli a produkciós meetingeket. Azt, mint láthattuk a Triple H-es dokumentumfilmben, jól emlékszem, ugye? Az összes ilyen produkciós meetingen meg minden ott van. Ugye gyakorlatilag az announcer stábnak a feje. Mert ez se alszik soha. Persze. Vince mellett tanulta a szakmát, persze, hogy nem alszik. Meg Boszniában, igen. Szóval tényleg ugye gyakorlatilag, hogy a következő lépés tényleg az lehet, hogy mondjuk kap egy olyan pozíciót, hogy Executive Vice President of Announcers and Non-Wrestlers. Igen, csak. Tehát Cole szempontjából ez végül is logikus. Tehát ott van 20 éve, azért az utazás az baromira megterhelő lehet a munkája, mert így is, persze. Ugye ne felejtsük el, hogy például egy adott héten, hogyha ő vasárnap PPV-t közvetít, hétfőn Rót, most már ugye SmackDown-t nem kell neki, de ez csak annyit jelent, hogy korábban mehet le Orlandóba az ottaniakkal foglalkozni a Performance Centerben. Aztán a hét második felében vissza, ugye izéra, ugye a Stanfordba, a headquarterbe. Igen, mert... és aztán ugye a tetejében itt vannak az ilyen kis kiruccanások, mint Nagy-Britannia, ahol ugye azt is tudtuk, megtudtuk a McGuinness-szel folytatott beszélgetéséből, hogy ez nem abból állt neki Anglia, hogy ezt a 2x2 órát leközvetítették, hanem konkrétan több várost bejártak, még Glasgow-ba is elmentek, és x ezer médiának, rádiónak, tévének adtak külön interjúkat. Ami azért rettentő megterhelő lehet, szóval... Azért tényleg mellé az irodai dolgok is azért nem könnyű, mert tényleg ő a feje gyakorlatilag ennek az egész gépezetnek, ami a WWE-nek az announcers csapata. Mindenesetre akármit is gondoljanak Cole-ról az emberek, nagyon nem lesz könnyű pótolni. Igen, Cole ott a JR-t könnyebb volt pótolni, mint Cole-t jelenleg szerintem. JR-nál egy kicsit ilyen evolúciós tényezők voltak, tehát JR a legjobb play-by-play guy, és ezt állítom a Birko történetében. Csak most eljutottunk egy olyan korba, ahol ez önmagában már nem volt elég. Igen, abszolút. Igen. És ez egyébként, mint a hardcore birkózó rajongónak nekem se tetszik, tehát én is azt a Cole-t szeretném hallgatni, akit például hallottam az angol versenysorozaton, csak értem azt, hogy a WWE-nek milyen indokai vannak azért, hogy ők meg ne ezt akarják. Meg az egész biznisz tovább fejlődött már ennyit. És azt soha nem fogjuk meg tudni megállítani. Szóval azt ne várjátok, hogy visszamegyünk a 80-as évek pure birkójába. Szóval azok az evolúciós fejlődések, amit most látunk. Ez evolúciót nem tudod visszacsinálni, az a lényeg. Szóval azt nem fogod. A PV Insider hozta le, tehát azért igen, az is tényleg egy hitelesebb forrás. Meghatározónak számító oldal. Ezt a cool interjút azért előbányászom valamikor igen, a közeljövőben. Igen, egy hátrány. Most úgy sok szó van róla. És akkor most a legboldogabb hírünk, végre bejött a jóslatunk is, a WWE visszahozta az egyik korábbi világbajnokát, amit hétfőn hivatalosan ugye be is jelentettek először az ESPN-en, aztán pedig ugye a Monday Night Raw-ban is, ugye jó Kurt Angle visszatér a 10 éves saját magát számüzetéséből gyakorlatilag, és ugye hazatér a WWE berkein belülre. Ugye tudod, hogy most gyakorlatilag a Raw összefoglalónkból kivesszük az egyetlen pozitív részt azzal, hogy erről itt beszélünk. Igen, ez így fog történni sajnos. Szuper videót raktak össze neki, nagyon, mint mindig, zseniális volt.
editor stáb, ott a kis nördök meghalották, engem visszajön, csinálhatunk rá videót, hey! Igen. Valószínűleg szerintem dokumentumfilmet is fogunk csinálni nagyon gyorsan. Money, persze. Csak most Engelnek éppen ma olvastam a nyilatkozatát, hogy ő azt mondta, hogy hát örülne neki, hogyha WWE meg tudná szerezni a TNA-től az ő nagy meccseit, meg AJ-ét, meg Joe-ét, meg Rude-ét. Hát azt az új vezetősége valószínűleg megfogják, szóval most előbb-utóbb tényleg. Mert hogy hát nagyon sok jó meccsünk volt ott AJ-vel, meg Joe-val. Meg mindenkivel, igen. Ja. Hát nagyon örülök neki, hogy Kurt Angle végre visszatalál a WWE-be, és azért ne felejtsük el, hogy a Hall of Fame beavatás, bár elvileg nem zárja ki, nagy valószínűséggel azt is jelentheti, igen, hogy a birkózói pályafutásának ezzel vége. Ami mondjuk nem baj, mert Angle nyaka olyan állapotban van, hogy tényleg sokszor röppent fel az elmúlt pár évben az a pletyka, hogy egy rossz esés, és ő neki hatványozottabban a veszélye annak, hogy így megbénul. Azért ehhez képest nagy lelkesedéssel tolja a, például a WCPV-ben. Igen, meg mindenhol meg máshol. Mindenhol igen. Máshol. De én nem is emiatt félteném a legjobban Angle-t, hanem attól félteném, hogy a birkózás miatt kapna egy relapszot a korábbi problémáiba. Igen, igen, de visszaesne a különböző... Hát az, hogy tényleg ugye nála is mondjuk az lenne, hogy mindenhova utazik a WWE-vel, az nála már azért egy ennyi időszervezetet megviselne. Angle minden esetre azt állítja, hogy ez egyelőre szóba se került, igen, se negatív, se pozitív értelemben, hogy akkor most birkózással kapcsolatban lesz valami. Végül is tényleg a Hall of Fame nem zárja ki, tehát egy különleges alkalommal, hogyha nem jelenti be a visszavonulását, elő lehet venni. Persze. Még akár a Mánia előtt is elő lehet venni most, hogy bejelentették. Sok mindenkit elő lehet venni, még a Rumble-be is be lehet pakolni most hirtelenjébe. Ott 60 ezer ember megőrül, ha Angle megjön a Rumble-be. Nagyon jó. És képzeld el, hogy milyen őrület lesz a Performance Centerben, ha tehát ráveszik Angle-t, hogy menjen el edzőnek. Az biztos. Az biztos. Hát az elképesztő. Angle az, aki tényleg mind a Pure Wrestling részében, mind az Entertainment részében tud annyit pluszt adni, ami csak Michaels. Szóval tényleg Angle egy korszakos zseni szintén. Az a döbbenet, hogy 10 évet töltött el Angle a TNA-ben, és csak 7-et a WWE-ben, már ami a fő rostert illeti. Ami nagyon furcsának tűnik, de azon túl, hogy Angle négyszeres világbajnok, meg tényleg az egyik legelismertebb in-ring előadó, azért ne felejtsük el, hogy őt 99-ben felhozták, és egy év alatt gyakorlatilag hiteles világbajnok lett egy olyan mezőnyben, ahol Stone Coldok, Rockok, fénykorukban lévő Triple H-ek nyomultak. Igen, igen, abszolút, igen. És akkor jött és a következő generáció is már kopogtatott az ablakon. És erre mondta azt, nem is tudom, talán Tito, hogy ő nem látott még egy olyan embert, meg sokan mondták a szakmán belül is, aki ennyire gyorsan magába szívta volna ennek az oldalát, úgyhogy egyébként semmilyen szórakoztatóipari háttere nem volt, hogy egy sportoló volt. Nem. És kiderült róla, hogy egy zseniális entertainer. Nézzétek meg AJ-t, akinek 15 év kellett ahhoz, hogy WWE szinten tudjon birkózni. Tegyétek egymás meg a kettőt. Igen. Na jól van, ennyi fért a Free Minute Warningunkba, most pedig beszéljünk kicsit lemondóan a WWE mainstream produktumáról. Wait a minute! What? Just hear myself say 3 minutes. Welcome everyone to Monday Night Raw. You come on out here so The Rock could do exactly what he does best, and that is lay it the smack it down on your candy ass. És akkor most beszélünk a heti friss WWE produktumról. Amit bárki ügyvezetett fel, akkor csináljunk egy dolgot. Csináljunk egy dolgot, igen. Az a baj, hogy éppen a Rumble-t néztük a doktorral, hogy ki van eddig benne. És ezerszer szívesebben beszélnénk arról ebben a következendő 15 percben, mint arról, hogy mi történt a Raw meg a SmackDown-on. De nem fogunk meg gonoszak vagyunk. Nem vagyunk, igen, mert valami kell a 100. podcastre is. De egyébként nagyon durva népsor van, igen, ott, csak így megjegyzem. Igen. 17 szupersztár van egyelőre benne, és Vucca legkisebb név. Igen. Aki ugye New Day tagként leghosszabb a regnáló bajnokokként volt. Freebird szabály alapján. Isteni. Little Rockból jövünk, Arkansasból. Az Arkansas állam fővárosára volt, ha jól emlékszem. Little Rock. Ott van a kormányzói pajta, ott van, arra emlékszem. Na mindegy. Azt hittem, hogy az Rock öccse. Nagyon jó. Nagyon, nagyon, sablon. Nagyon sablon adás.
az egész. De miért akarunk róla beszélni? Nem akarunk róla beszélni. Az a vicc, hogy Engelnek a bejelentésén kívül egy darab jelenet volt, ami tetszett az egész rón, és ezt mondtam is neked, igen, amikor a főmérkőzés, ami egy 3-3 elleni meccs volt, ezt megelőzően Sami Zayn hátul állt az öltözőben Roman Reigns-szel és Seth Rollins-szal, és így 5000 km/órás sebességgel planningelte nekik a mérkőzés stratégiát, ami egyébként valószínűleg megint belsős vicc. Sami így szokott planningelni valószínűleg. Mert így csinálja. Reigns és Rollins egyre fáradtabb fejeket vágott az egészre, aztán amikor Sami meg akarta tetézni az egészet egy ilyen kis shieldféle fistbump-pal, akkor így Reigns elfordult és távoztában még odamorogta maga az óra alatt, hogy ez kreténebb, mint Ambrose. És erre Rollinsból egy olyan shoot röhögés jött ki, ami hihetetlen, meg belőlem is, szóval törnöltessük már ezt az embert, és csináljunk belőle ilyen egy mondatos valamit, mert zseniális, amit Reigns egy mondatokban csinált. De most hasonlítsuk össze egyébként, az adás legelején Reigns kijön a ringbe, és mond egy olyan rossz promót megint, hogy elhányom magam tőle. És hasonlítsuk össze ezzel. Igen. Fantasztikusan jó. A második fele. Jó, mindegy. A sablon adásnyitó kedvenc, mindenki kijön elmondja, hogy én nyerem a Rumble-t, erre kijön Lesnar és szétbasz mindenkit. Kivéve Strowman, mert ő nem akar bemászni vele a ringbe. De a közönség giga reakciót ad a Lesnar Strowman face-offra, amitől Vince nagyon boldog. Én is, mert geci jól nézett ki a Lesnar Strowman. És geci szar meccs lesz. Az persze, de attól még geci jól néz ki. Azért Reigns promójára még egy nagyon rövid gondolat erejéig visszatérve. Miért is rossz Reignsnek a promója? Ne arra figyeljetek, amit mond. Hanem, hogy ki néz. A szemét nézzétek a promó közben. Gyakorlatilag ugye a szem az a hétköznapi kommunikációban is az egyik legfontosabb része a mimikának, a jelbeszédnek, pláne amikor ugye a másik ember szemébe nézel, nagyon sokat elárul. És Reigns promóit nézve, míg a legtöbb birkózó összehúzza a szemét, hogyha fenyegetőzik, vagy kitágítja, vagy bármi, Reignsnek a szemei így a semmiben néznek, és néha jobbra-balra vándorolnak, miközben beszél. Ő maga unja a promót, amit mond. És elő nem ő tehet, mert ezt adják a szájába. És végig csak ezt figyeltem az egész jelenet alatt, és egy esettanulmány igen, volt. Tipikusan az, hogy mi az. Viszont az jó, amikor Sami megjött hátulról, bróra egy berobbanva. Kislet fektetve gyorsan. Igen. Aztán szembe került Lesnarral. Igen, és Lesnar úgy kisagyra ejtette jó zénünket, hogy azon hihetetlen. Ő is ezt szerette volna, igen. Mindig ilyen halálra vágyott. Jó van. Utána jött a Enzo Bickes Jinder Rusev feudunk szerintem zárása, gyakorlatilag. Nagyon remélem. Nagyon reméljük, mert nagyon rossz volt. Enzoék nyertek. Enzoék nyertek, skip. Daivari Lince Dolaro, skip. Skip. Egyébként a Cruiserweight Divizió Arón az most már semmi más, mint gyakorlatilag a 205 Live-nak a reklámja. Igen. A 205 Live-ot készítik elő vele, ami egy dolog, mert értem, hogy reklámozni kell ezt a műsort, de ettől a szegmenség Arón még nézhetetlenebbek lesznek. Kivéve, amikor Gallagher van a képernyőm. Meg Gallagher jó. Jó, az igaz. I Forfeit match. Nagyon durva. És utána jött ugye a tag team bajnoki címmérkőzés, Gallows és Anderson, valamint Cesaro és Sheamus között, ami mint meccs nagyon jó volt, igen, mert minden négy kiváló worker. Igen, csak a vége volt a bullshit, mert így doktornak írtam, miközben néztem az adást tegnap, idő után, hogy miért kell ilyen bullshit finish csinálnunk. Mondtam, hogy egyébként azért, mert valószínűleg rematchet raknak össze a PPV-re. Na és akkor most jegyzem még azt, hogy mondtam, hogy türelmesnek kell lenni Gallowsszal és Andersonnal, meg kezdenek nagyon jók lenni. Abszolút. Igen. Jó mérkőzés volt, tehát ezekkel a munkás emberekkel nehéz is. Hát, tehát, hogyha nem a superstar faktort nézem, hanem azt, hogy ki mennyire jó munkás ember a ringben, ezek az abszolút krémben vannak. Négy darab Arn Anderson van a ringben konkrétan. És az, hogy Gallowsszal ezt tudjuk mondani, úgyhogy borzalmasan rossz volt anno. Fú, Festus. Festus, meg ugye eredeti Gallows izéval, Pancake, fú, de rossz volt. Japánban még Festus. Albert is megtanult birkózni, igen. Olyan szinten megtanult birkózni, hogy most ő a Performance Centernek a feje. Főedzője, igen. Rickson, Tommy Mies, te skip. Sheamus meg zseniális igen. Szintén. Szóval, jó, ebből nem lehet semmilyen, nem növi a berolnás. Így van, az mondjuk jó. Neville-re adják rá gyorsan az övet. Nem hittem volna, hogy ezt fogom mondani. Neville tényleg jó, hírként. Van az kis törpe. A gonosz törpe mindig jó. Ezt... Lelkem ilyen minden törpe gonosz. Már csak egy kopasszá kell tenni, és akkor még jobb lesz. Ugye, a gonosz kopasz törpét azt mind ismerjük. Olyan Magyarországon is van. Igen. Fú basszus, ezt a Titus New Day-cucot is annyira unom már, hogy valami hihetetlen.
annyira nem tudnak mit kezdeni magukkal. A nyugdíjjel nem tudom mit kezdeni. Nem. És a Biggie kb. Leszkorsolja a jó izét. Titus. Titus is rúgják ki már a francba. Nem rúgják ki a francba, mert ő fog elmenni a hajléktalanokhoz, hogyha kell. De rossz volt. És jött a női szegmens, ami azon kevés jelenet közé tartozott, amit végignéztem. Én is. De elpazaroltam rá 15 percet, mert gyakorlatilag a jelenetet össze lehet foglalni 5 szóval. Nerd vagy! És ja, de attól még nyerek. Jó, ez 6 szó volt. Igen. Viszont a többi az 15 perc kínos volt. Kínos volt, nagyon. És megint az, amit az adás elején említettünk, Reigns-hez is. Itt is az, hogy Charlotte-ot, amikor hagyják promózni, a kurva jó! Amikor ugye az apjával van dolga, amikor Sasha-val van cucca, akkor kurva jó. De ezt a cuccot, amit ide megírtak neki, ez valami elképesztően rossz volt. Nem is tudod mit csinálni. Nem, abszolút nem. És akkor erre kijön ugye a jó Bailing, aki abszolút nem tud promózni, de semennyire. De még hogyha Bailey erre valami egyszerű és frappáns reakciót adhat, az jó. Erre igen. Mit csinál? A WWE kreatív csapata által 5 perc alatt összerakott óvodás verseket mond. Igen. Ami mondjuk 10 évvel ezelőtt Cinának impróban bejött Baileynek. De csak hogyha rakott bele pár faszt, meg pinált, meg egyéb igen. Ilyen szaut. Persze. De viszont az hogy Bailey így is iszott over. Persze. Ami ezt tovább. Igen, ami promózni is tudna. Igen. Fú, akkor milyen női divízió lenne. Igen, tehát tényleg nerd vagy, ja, de megverlek. Hát, igen. Ez volt de nem versz meg, mert megverlek. Na mindegy. És akkor a kedvencem az egészen az volt, amikor Charlotte ütögeti a hajlogató bábút. Az volt az egész szegmens legjobb része. De nem megy szét. Nem. Na, még egy jó szegmens volt igazából, ami a klasszikus fölállásra emlékeztetett, és hogyha ott vége van a promónak, akkor talán azt mondom, hogy jó. Ugye, amikor Bailey elmondta, hogy téged az apád mindenhova vitt az arénába, engem meg az apám vitt az arénákba, akkor is, ha nem volt egy fillérje sem. Igen, hogy az apám velem volt, ugye, ami a hangsúlyos volt, igen, hogy az apám velem volt. Meg egyébként, ha nem vették volna be ezt a versenyszart, akkor egyébként kurva jó promó lett volna, mert kihangsúlyozták, hogy mi van. Mert ugye Bailey fan volt egész életében, az volt Charlotte, mi az Isten csinált abban az időszakban, ugye röplabdában nyert országos bajnokságot. Ja, meg cheerleader izé. Igen, meg 8 órát edzett naponta. Szóval, ha azt hagyják elmesélni, az kurva jó lett volna. Azért azok a képek szuper aranyosak voltak, igen. Csak nem idegen lettek volna. Nem. Kis Bailey RVD-vel volt. Meg Cinával, igen. Jó. Jaj! Cedric beengedik, skip. Jaj! Azért, főleg a meccs utáni cuccat skipeljük. Jaj, azért említsük már meg, hogy mi volt a múlt heti 205 live-on, az is a Fox. A melyik részre gondolsz? Amikor ordított az öltözőbe, és elkezdte a földhöz vagdosni magát, hogy velem senki nem szakít. Velem senki nem szakít, igen. Ezt nézzétek meg YouTube-on, hogyha nem látnátok ezt a videót, hogy Cedric Alexander breaks up with Alicia Fox, mert én éppen a múlt heti inszomniás időszakomban 205 live-ról próbáltam aludni. És ilyen fél álmos, bóbiskolós állapotban egyszer csak egy ilyen állati sikonyálást hallottam a háttérből, és azt hittem, hogy infarktust kapok. Borzalmas. Alicia borzalmas, takarítsuk innen nagyon gyorsan. Szegény dar, igen, és ezt fogják rögni vele. Aztán Sasával folytatjuk az injury angle-t, mert az már eddig is olyan jó volt. Fú, az a gyakorlatilag a adás előtti cucc, az mennyire menő volt, ez megint inside joke volt. Yeah. Gyakorlatilag majd berakjuk azt, planningerünk. Yeah. Legközelebb már tényleg az ilyen. Ezt nem akarom. De mindegy. Ezt az sérülés sztorit, ezt már unom el is. Sasával. Sasával folytosan ezt fejezzük be. Jó. A főmeccset pedig tekertem, de a végén DC Zószomot skandáltak, úgyhogy biztos nem volt szar, csak az ilyen random összecsapott Raw főmeccsek továbbra se tudnak érdekelni. Igen, és utána Owensék dominálják az egész cuccat, mert Reigns nyerni fog a pay-per-view továbbra is. Van egy jó addig. Ja, tényleg. Mindegy. Nakkus nyerni fog. Igen. Jó. Ez egy gyors Raw volt, letekertük pár perc alatt. Konkrétan 11 perc alatt beszéltünk róla, jöjjön a SmackDown. Jött a Smack. Ami legalább friss, mert azt most néztük meg mindegyeten délőtt. Ugye jó Memphis, Tennessee-ből, ugye Pras Brawling fővárosából érkezünk. És belentjük az adás elején, hogy 6 emberes Elimination Chamber mérkőzés lesz a hason nevű gálán a WWE bajnoki címért. Erre kijön AJ. Magyarul indítjuk az újabban rebesgetett Shane McMahon AJ Styles feudot. Nem. Shane kontra AJ lesz már ilyen. Igen. Nem már. Annak az előny, hogy legalább rövid, remélem. Ja. Shane megveri AJ-t. Nem veri meg AJ-t.
De éppen azt kezdtük mondani még a Raw booking baromságai kapcsán, hogy a Raw van a legrosszabbul eleresztve, mert a tényleg katasztrofális a booking. A SmackDown az még nyomokban tartalmaz értékelhető bookingot, mint ugye a termékek magyarót. Viszont ugye Mania szezonban ők se kerülhetik el a sorsukat, mert ilyenkor minden egyetlen nagy nagyító alá kerül. Mert minden nagy fasz. Viszont kifejezetten jó. AJ nem tudom, mikor tanult meg tényleg ennyire beszélni, de nagyon jó. Na ez jó nyitó promó volt, igen, nem úgy, mint a Rós. Igen. Ott csak a nevek meg az emberek érkezése vitt el a dolgot, de itt a promó is jó igen. volt. Igen, AJ nagyon jó volt. Arra jött Miz. Vagy Cena jött előbb, vagy Miz? Először Cena jött. Először Cena jött. Miután még AJ itt okoskodott Shane-nek, hogy nem tetszik az attitűdöm, fogom a WWE-t, visszamegyek Japánba, és sose térek vissza. Hol hallottam már ilyet? Igen, valakit hallottunk már ilyet. Utána megjön Cena, aki nem sok mindent mondtad, mert megjön Miz, ugye? Aki még mindig zseniális. Zseniálisan over. És Cena is zseniális, ahogy egymásra ugrasz a Miz-t és Styles. Az a kis kis vállon lévő ördög így. Igen. Zseniális volt. Amikor így közölte AJ az újabb PG attitude viccet Miz-zel. Igen. Na. Ahogy meg lettél verve, csodálom, hogy nem teljesítesz egy kicsit limpen, ami ugye sántításra vonatkozik egyrészt, meg valami másra. Mit szólsz hozzá, Maris? Ez beszólt neked. Szina közben ezt csinálja. Zseniális. Színának iszonyat jót tesz, hogy rengeteg színe van, mert van rengeteg kedve van birkózni. Még neki mindig van kedve birkózni, csak most így ezt így, az energiát így egy pontból ezt pontosítja, ami nagyon jó. És kaptunk egy remek meccset, mert a Miz Styles egyébként remek volt, és az a durva, hogy Miz-zel Chain-et 3 percet Memphisben. Az mennyire durva volt, hogy Miz egyáltalán le tud menni hitba? Igen. Azon én is így, te ilyet tudsz? Miz óriási. Jó mérkőzés is volt, bár persze... Miz készül arra, hogy beálljen neke birkózni a Márián. mert ott ugye ez fog menni 10 percig. Adjuk, hát kihasználták azt, hogy egyrészt Memphisben vannak, és tök mindegy, másrészt úgyis Cena kommentál, tehát... Az is zseniális volt. Az is tök mindegy. És akkor a vége. Az ilyenkor megszokott dolog történik, hogy beledobom a kommentátorba, de ezután Cena blokkolt. És utána Cena vágta Mizt a izéba. Meg barikétba, meg AJ-t is. Ugye Cena standing tollal zárjuk a cuccot. És itt is van még egy hét. Így van. Jó, akkor jön a rettentő kínos Natalya Nikki cucc. Most Natti már közölte, hogy Bret Hart is egyedül fog meghalni. Ez az új catchphrase-e, bazd meg. Ez Vince nagyon berágott szerintem most Hartra, mert gyakorlatilag ugye JBA fülére is rászólt a kis Bring it to the table, hogy szígyük, küldjük el Hartot a faszba, most gyakorlatilag Natalyával is elküldettük Hartot a faszba, szóval hogy hát nem tudom, hogy úgy tűnik elégem abból, hogy Hart Grumpy nagypapában nyomja az egészet. Ja. Natalyát először nem sikerült a rendezőnek megtalálni azt a kameraállást, ami Natalyát vette a lépcső tetején, csak másodszorra. Most erre kimegyünk a merch pultba. Igen, és ki akarjuk dobálni a kukába a merch-öt. Igen. És utána a keresztül esnek egy asztalon, és azokon a kis elemekkel püfölik egymást, amire föllógatják a merch-öket. Mert miért ne? Mihine? Jó. Utána Ambrose és Orton, mert ugye Ambrose erre a hétre hanyagolta a jó Mist, és igen, visszatért Wyatt-hez, tehát van egyszerre kb. 3 feudja neki is. És ugye Ambrose közben közli a backstage-ben Shane-nel, hogy büdös az öv Mist-től. Igen, magyarul új interkonti bajnok évet is fogunk kapni a SmackDown-ra. Bazzag, hogy a kék lesz, akkor hazamegyek. Ambrose kék streppes interkonti övben mászkál. Fú, de ronda lesz. Na jó. Ambrose és Orton mérkőzésére azt tudom mondani, hogy egy kicsit lassú volt. Igen, nagyon lassú volt. És nem éreztem azt az igazi kémiát sem. Majd Orton próbált hitelni, csak a közönség nem reagál rá. Változatlanul. De a vége, a lényeg ugye, hogy megint ugye Harper bezavarása miatt ugye Orton veszít. És ezért majd később ugye visszatérünk rá, hogy ugye Wyatt bejelenti, hogy a testvéreknek a ringben kell elintézniük a viszályaikat. Nem, hogy veszítene, egy kis bunyó is volt ott Harperrel, mert megint bemászott a ringbe, amikor nem kellett volna. És így Orton és Harpert kapunk a jövő hétre. Jövő hétre még nincs bejelentett több meccs, azt meg de óra. Mi a túró? Igen, meglepetés. Egyébként Ambrose berakták a Chamberbe is. Mizzel együtt. Meg gondolom Styles és Cena. Akkor még Styles és Cena, Corbin, meg még valaki. Corbin nem is volt adásban a héten. Igen, Corbin nem volt adásban. Alfáig se. Igen.
nem fértek be? Nem, mert nem baj, inkább valaki ne férjen be az adásba, mint hogy fillerre legyen. Na majd erre visszatérünk egy kicsit a végén, mert akartam is előhozni. Jött Jerry Lawler, akinek a mesztelen hasa... Sokkolt minket reggel. Traumatizált. Szóval a Memphis-i atyaúristen nem lehet kihagyni a Memphis-i adásból. Mert nem, ugye Lawler berakjuk, King's Court-ben, ugye? Sajnos a Rumble kommentálásból se lehet, mint megtudtuk. Így van, és így Zigglerrel egy rettentően kínos, rettentően rossz szegmest raktak össze Ziggler részéről, mert egyébként King egész tületően szórakoztató volt, azon kívül, hogy rondán nézett ki, ugye a rettentően nagy hasa, de egyébként szórakoztató volt. Mert Lawler full gearben érkezett meg interjúvolni. Igen. Ami ijesztő látvány. Igen. Főleg úgy, hogy már majdnem 70 éves. És miután olyanokkal buzerálja a Zigglert, aki csendkirályt játszik vele szemben, hogy lassan kezd kimenni a festék a hajából, Ziggler szépen előhoz egy felvételt, amin az látható, hogy javában osztja a könyökösöket Lawler melkasára 10 perccel Lawlernek a szívinfarktus előtt. Amit a mai napig nem tudtak bizonyítani, de egyébként sokan mondják tényleg ezt az orvosok közül is, hogy tényleg lehet, hogy az volt a probléma, ugye azért lett szívinfarktus, vagy nem szívinfarktus, hanem ugye szívleállása Lawlernek. Igen, mert ugye a Talking Smack-ben Lawler nagyon szép kis előadást tartott arról, hogy mi a különbség a szívroham és a szívleállás között, tehát a heart attack és a cardiac arrest között. Igen. Egyébként az is meglepően szórakoztató volt, szóval Kinget hagyják beszélni, akkor egész tületően szórakoztató. Szerintem azért, mert nem láttuk egy ideje. Igen, lehet. Jó, szóval elég ízléstelen szegmens volt. Ugye van pláne, hogy a végén Ziggler még melbe is szuperkikkel, de hát ha még... És erre JBL bejön. Most igen. JBL mégiscsak birkózni fog? Nem fog bejönni, csak mint az ex-birkózó kommentátor megy a barátja után. Nem fog birkózni. Nem tud birkózni, szarában menve a hátam. Miért birkózni? Ziggler szarában pol neki azért. Nem. Ilyen nem lesz. Kapunk a Mániára egy Ziggler JBL. Nem fogunk kapni. A Mániára már Ziggler föl se fér. A Mánia prisójára kapunk egy Ziggler JBL. Oda se fér be. Na mindegy. Jó, és akkor jön a Steel Cage match a WWE SmackDown Women's Championshipért. Olyan volt, mint a legtöbb ketreces meccs, semmi probléma vele. A csajok teljesen jól lehozták a ketrec meccset, csak a ketrec meccs alapkoncepciója szar. Hát ugye megvannak ennek a korlátai, igen. Egyszerűen. Ennyi. Ehhez képest még Memphis tiszteletudóbb volt velük, mint hittem, mert kaptak egy Isis Awesome chantet például. Igen, nem volt teljesen jó volt. Felső kötéről egy Exploder suplex, mert miért? Igen, a Backsploder, az durva volt. És akkor ugye jön a V, megérkezik La Luchadora, és amit 3 héttel ezelőtt kb. Behívtunk, ugye, hogy ki lesz ugye a Luchador maszk alatt. Az vicces volt egyébként, mert abban a pillanatban, hogy megjelent, rögtön fel lehetett ismerni Mikit, mert Mikinek, pláne hogy ebben a mezőben, nagyon jellegzetes testalkata van. Nagyon jellegzetes testalkata van, jellegzetes kiállása is van, igen. És így a maszkon keresztül átsütött az a karizmája, ami neki megvan a többi csajhoz képest, akit beraktak abban a maszkba. És letépte róla Becky a maszkot, ugye Miki bezavarásának köszönhetően nyert Alexa és megvédte az övet, és Miki azonnal fölvillantotta azt az őrült vigyorát, amint kidobta a haját a fejéből. Imádom! Igen. Az a Miki-Becky feud az nem lesz. Miki-Becky feud, igen. Vagy Becky-Miki. Jó lesz, igen, az nagyon jó lesz. És azzal fejezzük be ugye a SmackDown-t, hogy Miki magasba emeli Alexa kezét, és rettentően pszichófejet vág tovább. Mind a ketten. Ugye a Wicked Witch of the SmackDown, ugye Alexa, meg ugye a női divízió legőrültebb birkózója, ugye Miki. Zseniális azért összerakni egy ilyen mentorizé cuccba. Én örülök, hogy itt van egyértelműen. Igen. És a SmackDown egyébként megint megverte. Megint, nagyon verte a rót, igen. És nem is volt esélye arról, megint. Pont a napokban beszéltük Bartfival, hogy ha Else First nem bukkolják 2 hónapig folyamatosan főmeccses sztoriba, akkor a SmackDown már vagy 20 ponttal vezetne a pirosak fölött. Igen. Ebből egyetértek. Szóval akkor még pár szó talán így Miki visszatérése kapcsán arról, hogy ez azért most a SmackDown női mezőnyét mélyíti, viszont, mint láthattuk ezen a mai adáson is, bizony el fogja venni egyesektől a TV time-ot. Igen. És ilyenkor fog az internet kiakadni, hogy nem használják megfelelően! A fenét nem. Miki meg fogja tanítani még jobban birkózni Becky-t. Nem Mikire gondoltam, hanem akárkire, aki éppen nincs tévébe. Ja, hát Mikire gondoltam. De mondjad akkor. Hogy Mikit fogja megtanítani a fiatalokat birkózni, akárkivel rakják össze. Hát, ha a több 10 éves veterán Aszkával lejóvja a legjobb mainstream meccsét, mármint Aszkának, szóval azért Miki itt nagyon sokat fog segíteni a fiataloknak. De ezért hozták.
ez teljesen így van, nem is erre akartam én kiukadni, hanem arra, hogy azzal, hogy több a birkózó ugyanarra az adott műsoridőre, bizony, van, aki kiszorul egyáltalán a műsoridőből, van, akinek csökken a műsorideje. És ezt nem azért mondom, mert nekem probléma, hanem mert előre látom a véleményeket, hogy mik lesznek majd. Mert ugye, ne felejtsük el, hogy most a Brand Splitnél, mi magunk is sokan elmondtuk, az az egyik fő fontossága a dolognak, hogy ezek az új előadók, mert tele vagyunk új előadóval, több műsoridőt kapjanak, és ezáltal bejáratódjanak. Viszont hosszú távon ez akkor lesz sikeres, hogyha ezt a több műsoridőt és karakterfejlődést sztár erőre tudják változtatni. És miközben alulról folyamatosan jönnek újabb és újabb birkózók, és mélyül a mezőny, mert ez csak mélyülni fog mostantól kezdve, ezt láthatjuk. Hát csak nem lesz egy jó kis fekete hétfő, hogy az szokott lenni, vagy fekete péntek. Akkor is lesznek újabbak, meg jobbak. Tök mindegy, hogy a kirúgod is. Tehát ez mélyülni fog, mert maximum a fölösnektől szabadulnak. Magyarul, Naomit nagyon gyorsan búsan távozatni fogják ebből a mezőnyből. Szóval a lényeg igazából az, hogy bizony lesznek olyanok, akik kiszorulnak a Pixisből, és ez az, amit az internet mindig utálni szokott, mert nem használták megfelelően, vagy ez a hülyeség, amit most ez a vadkulcsoros csóka benyomott arról, hogy miért nem működik az NXT rendszer, mert hogy fölkerülnek a birkózók, és ez nem működik, és nem találnak ki nekik mást, és ezért nincs helyük a kárdon. Gyerekek, a kárdon véges számú hely van minden igen. divízióban. Tehát azzal, hogy valaki sztárrá válik, azzal, hogy valaki bejáratódik, azzal, hogy folyamatosan érkeznek újak, elkerülhetetlen, bármennyire is utálja az internet, hogy bizony lesz, aki kiszorul, bizony lesz, aki lejjebb szorul a kárdon, lesz, akinek csökken a műsorideje. Ezzel jár. Főleg most, hogy behozzuk mondjuk a Woman Revolution-t is teljes gőzzel, hogy a csajoknak is most már ott tartunk, hogy lassan, hogy nem egy darab spot kell a kártyán, ahogy eddig kellett, alacsony szinten, hanem kell egy main event spot a csajoknak a kártyán, kell egy mid-card spot a kártyán, és ha még nagyon akarunk, akkor kell egy alacsony pozíció a kártyán. És az már alapból három helyet vesz el. Fú, a WrestleMania-n ez mekkora szopás lesz. Fú, nagyon. De tényleg csak azt akartam ezzel kifejezni, hogy előre látom már azt, hogy ez lesz belőle. Persze, az internetnek a reakciója. De viszont képzeljétek el az egész birkózást, ezt most így nem bánod, hogyha nem. beszélek nekik róla? Képzeljétek el úgy, mint hogyha lenne egy durván piramis alakú formációtok, ahová minden oldalról betolhattok egész, van egy darab üres lyuk éppen igen. a kis formációban a gombok helyén, és bárhonnan betolhatsz egy új gombot valahova, de csak akkor, hogyha helyet csinálsz neki azzal, hogy a többi gombot éppen egyel elmozdítod. Magyarul egy malomjáték. Igen. Gyakorlatilag. Ez egy bazi nagy malomjáték, és ahhoz, hogy valakit elkezd fölfele tolni, ahhoz bizony az kell, hogy valakit eltolj az útjából, lejjebb húz, odébb tolj, és oldalt, ez a kis piramis, ez ugye véges. Tehát X számú midcard ember fér el, X számú low card ember fér el, X számú tag team, X számú női, X számú main event. Hát, ugye úgy szoktunk általában számolni, 4-8-16 az, ami így, igen, az, ami a kártya, hogy 4 main eventer, 8 darab midcarder, és ugye 16 darab low carderes ember fér el, és ebbe benne kell lennie a tag teameknek, és benne kell lennie mindenkinek. És ugye ez a népszerű dolog az interneten, főleg a különböző ilyen netes szakértők részéről, akik nem tudom, hogy őszintén így gondolják, vagy csak a smarkokat akarják etetni vele, hogy de hát mindenkivel kezdeni kell valamit, meg hogyha valami nem működik, akkor miért nem találunk ki neki valami mást? És akkor azt szeretem erre mondani, hogy az, hogyha valaki enhancement talent, tehát jobber a fő rosteren, az is egy pozíció a rosteren. Igen. Plusz arra még mindig Ziggler a példa, akit megpróbálnak szerintem hatodjára is megpróbálnak mérni, mert deréteni jelen pillanatban. Csak egyszerűen valakivel nem működik. Ziggler megkapott már négy nagyon nagy esélyt, ugye abból kétszer a sérülést tette, partvonal kétszer meg gyakorlatilag a saját maga fassága, és egyszerűen nem sikerült. És akkor ugye mindig Ryback-et szoktam most ugye felhozni, most Ryback erre a legjobb példa. Ryback három darab buzi nagy esélyt kapott. Kétszer az éppen csúcsán lévő CM Punk ellen, aki egyszer csúcson volt fészként először, aztán csúcson volt, hogy hívjákként, ugye Hillként is, és mind a kétszer megpróbálták Ryback-et mind a két oldalon. Ugye? Egyik sem működött. Egyik sem működött. Aztán kapott még egy lehetőséget fészként, mert ugye face próbálkozás ment, azt sem tudta megcsinálni. Utána mit csinálták? Megpróbálták egy teljes körű midcard-terként használni a USF környékén. Ott sem tudott over lenni a közönségnél. Igazán. De aztán most már picsoghatunk, hogy Cena bezeg egy rákos igen. daganat a birkózáson. Hát, igen, amikor Cena kérlek szépen 12 éven keresztül over a fő rosteren.
Jó, hát lelke rajta egyébként. És nem csak main event szinten, mert ugye tavaly gyakorlatilag, meg tavaly előtt szépen színát visszahoztuk midcardra, amit most oltunk vissza, mert szinte két évig nem volt main eventben. Hát azóta, hogy lesz most volt. Igen. Szóval Cena a midcardon is ő el tudott lenni a US-övvel. Jó, tehát tényleg ez a lényeg az egésznek, hogyha most van mondjuk egy olyan tag team, mint a Woodvillains, persze meg lehet próbálni újra csomagolni őket, de ahhoz, hogy följebb jusson ahhoz az újra csomagolással, ahhoz valakit ki kell szednünk a többi tag team közül az útjukból. Lejjebb kell hozni. És hogyha alulról jön fölfel egy másik tag team, annak is helyet kell csinálni, és akkor se tudsz más csinálni, csak egyel arrébb húzni valamit, hogy elférjen. Újra csomagolásra példa tag team-mel. Ott van a két puertorikai barátunk, ugye Epico meg Primo, akit háromszor csomagoltak újra. Először ugye ott voltak, mint ugye a Puerto Ricói Heritage bajnokai, ugye akik ugye a... Az volt a legjobb. Az volt a legjobb, ugye a legelején. Aztán ott voltak ugye, mint a Los Matadores, ami még tűrhető volt. És most meg ugye ez a Puerto Ricói Simlish Salesman cucc. Ami szintén nem működik. Nem azt mondjuk egyébként, hogy újra csomagolni lehetetlen, csak látni kell azt, hogy mindennek ára van. Tehát tényleg ahhoz, hogy valakit elmozdítsa kárdon, valakit ki kell húzni az útjából. És ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Tehát ezért szeretnénk arra biztatni titeket, hogyha ilyeneket hallotok, hogy miért nem használnak valakit jól, meg hogy mindenkit lehetne jól használni, nem csimagálják újra, ilyen nincsen. Tehát valaki mindig a kárd aljára kerül, valakit mindig ki kell venni az útból ahhoz, hogy valaki mást följebb tolhass, és amikor elér a roster egy bizonyos fokú telítettséget, valaki igenis lehullik erről a piramos tábláról, mert nincs többé neki hely, le kell húznod róla. Most ilyen szempontból azért a Brand Suite azért ez jót megoldottam, mert most két piramisunk van, rengeteg üres helyen jelenleg. Szóval a WWE-n nézzük, csak ha mondjuk, majd megnézzük, a Raw-n most itt a main eventben van legalább két üres hely, a midcardon rengeteg, ott legalább négy, vagy még több, ott az alja meg most az dugig van a Raw-n. Igen. A SmackDown pont fordítva van, ott a main event az valamilyen szinten telítve van, bár mondjuk most... Ha mind ott vannak, bár most Ambrose-t éppen most húztuk vissza. Ortont is vissza. Meg Ortont is, szóval ott is van most két üres hely a main event spotban. A midcard az... Viszont arra meg, hogyha megfigyelitek, Mist kicsit toljuk fölfele, hogy Ortont kiúztuk oldalra, és lejjebb, Wyattet ugyanúgy, Mist meg Corbint pedig az ő helyükre kezdik. Mist és Corbint toljuk fölfelé, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy szépen valószínűleg Joe is érkezni fog valahova. Nagyon pletykálják most, és azt gondolom, hogy a mániára reális esély van arra, hogy Joe-t valamelyik fővért fogjuk látni. És ne felejtsük el, hogy Cena... Hogyha valóban nem kapja meg Takert, akkor egyetlen logikus ellenfele sem marad, Joe viszont nagyon régi, nagyon jó haverja. Igen. És mondjuk Joe-t meglepetésként megnyeretjük a Rumble-t, ami szerintem még elfogadható kimenetel, mert azon nem lesz Backlash. Mert ha Joe úgy debütál, hogy megnyeri a Rumble-t, az nem Backlash lesz, az mi a fasz lesz megint, hanem hogy ez az ember 10 évig a TNA-ben virgózott. Valójában megint. Strowman nem akarom, hogy megnyeri a Rumble-t, mert az neki korai lenne. Igen, de egyébként Strowman, azon kívül rendben vagyok. Igen, szóval, és akkor folyamatosan jönnek az NXT-ben az emberek. Szóval itt szépen a pillanat is előbb-utóbb szerintem az év végére, vagy a jövő év elejére olyan szinten telítődni fog, hogy itt már komoly problémák lesznek, hogy kit veszünk hova. Hát erről beszéltem egyébként, hogy hosszú távon tényleg itt lesz a kérdés, hogy ki az, aki kiesik a TV Time-ból, magyarul ki leesik a piramisról. Főleg, hogy még a Raw piramis egy kicsit nagyobb is. De most még valóban vannak helyek, tehát most még azt mondom, hogy viszonylag büntetlenül lehet egy-két embert ott betolni innen, vagy onnan föntről, oldalról, vagy akár lentről is. Igen, és a Cruz volt ugye a másik például, hogy miért nem működik Cruz a főosztere? Mert nincs karakter az embernek. Továbbra sem. Mert mi a karakter? Az, hogy vigyorog és integet. Az nem karakter. De ha lesz, akkor el lehet kezdeni őt is mozgatni. Ilyen szempontból egyébként Balor a legnagyobb kérdés, hogy Balorral mi lesz. Mert jelenleg ugye ő talán a legnagyobb talány, hogy mit kezdünk vele. Hol toljuk vissza a piramisba? Igen. Hova rakjuk be a piramisba? Mivel rakjuk be a piramisba? Hogy toljuk be a piramisba? Elképesztő. Bauer jelenleg tényleg egy akkora kérdőjel ez. Viszont ez izgalmas, basszus. Tényleg erről kellett volna beszélnünk, és nem ezekről a szarokról. Igen, mert ez izgalmas. Hát Balornál is kb. 3 vagy 4 kimeltet simán el tudok képzelni, hogy visszahozzuk fészként főövre, visszahozzuk fészként midcardövre, visszahozzuk hírként a főövre, visszahozzuk hírként a midcardövre, visszahozzuk a klubbal, visszahozzuk Kenny Omegával a tag teambe. A legnagyobb pozitívum az ettől függetlenül még mindig az, hogy irdatlanul sok variációs lehetőség van. Most tényleg a WWE ott tart, hogy nincs kőbevésve tényleg a WrestleMania book, hanem tényleg gyakorlatilag
jövő héten vasárnap egy fokkal okosabbak leszünk, vagy nem. Vagyis jövő héten vagy nem. Vagy nem, igen. Nyilván majd akkor meglátjuk, de azért biztatóbbnak érezném, igen, hogyha a booking nem olyan lenne, amilyen. Nem mondjuk ezt szerintem ez a, most ez a három hét az időhúzás volt abszolút. Szóval a rótól is, meg a... Csak azért ezek hosszabb távú problémák, igen, most már, nem egészen érthető, hogy mi miért van ott. Egyébként tavaly is ezt mondtuk, hogy a Rumble-ig húzzuk az időt. Szóval tényleg azt lehetett érezni ugye egészen gyakorlatilag, nem is tudom, a Survivor-re óta biztosan. Fú, de az egy de rossz időszak volt. A Survivor és a izék között most ez abszolút az volt, hogy időt húzunk, szóval... Na jó. 1 óra 30 perc, azt hiszem elég lesz ez a podcast is. Remélem élveztétek, mint ahogy mi élveztük a heti adást, nem, de a többit igen. Jövő héten érkezünk, még nem tudjuk, hogy kettő vagy egy podcast, de azt még meglátjuk. Lehet, hogy csúsznak a dolgok, mert miért ne? Mert lehet, hogy a 101. epizód elő fog jönni, mint a 100. Akkor a 101. lesz, úgyis volt ilyen nevű sorozatunk is, nem baj, meglátjuk. Így van, sok minden alakulgat. Hétvégén ugye nem lesz podcast most, mert kicsit elfoglaltak leszünk HCV. És Patony László sportcsarnokban szombaton. Jegyek még kaphatóak, úgyhogy nézzetek utána a HCV Pankráció Facebook oldalán. Meg az eseményen, amit alkotott a Facebook oldalon a HCV Pankráció. Jövő héten pedig akkor majd jövünk vagy kettővel, vagy egyel, amiben biztos, egy valami biztos lesz, Rumble elemzés az lesz. Méghozzá nagyon nagy Rumble elemzés lesz. Rengeteg kimenetellel, meg rengeteg izéval, storyline-nal, meg mindennel. Mondja csak. Viszont legalább elmondhatom végre, hogy miért vagy inkonzisztens. Na miért? Bárti kollégám, amikor kitaláltuk ezt az egész podcast témát, még nem is a szorítót, hanem korábban a Trash Talknak a végnapjaiban, minden áron azon kardoskodott, hogy mennyire jó az az előre fölvett podcast, és az mennyi előnnyel jár. Erre mostanság teljesen rá van pörögve az élő cuccokra, és szerintem most csak azért nem basztatott vele már egy ideje, mert vizsgai időszaka volt, és nem ért rá. Lehet. Ez az egyik. A másik. Vasárnapra bejátszhatunk egy élőt. Nem. És a másik, Bartfi éveken keresztül a szorító műsorvezetőjeként, aztán még utána is, esküt ellensége volt a műsorokban tapasztalató ökörködésnek és baromkodásnak. Erre föl, múlt héten szombaton a CMR Pro Wrestling Media segítségével kinyomott élő videóbeszélgetésünket, élő videóinterjúkat Ted Wellingtonnal, Blake Steamerrel és természetesen a bájos Audrey Bride-dal úgy segített szétrolkodni, hogy azt se tudtam, hol vagyok. Utállak. Persze, mert előtt felvettünk egy másfél órás komoly szakmai podcastet. Persze, hogy utána trollkodok, mint az állat. Meg birkózókkal vagyunk együtt. Elrontottátok az interjúmat. Utállak téged. És őket is utálom. És, halljátok? És itt is mozognak a szálak, szóval lehet, hogy annak lesz még folytatása. Maradjatok a továbbra is velünk, akár a Facebook, mi Facebookunkon, akár a CMR médiának a Facebook oldalán, mert lehet, hogy elindítunk valamit avval kapcsolatban, és így epizódikusan. Egyébként megtekinthető a CMR fotó YouTube fiókján az egész két órás beszélgetés. Ahol láthattok minket végre. Láthattok minket, és Audrey-t is láthatjátok, igen, bár sok értelmes beszélgetés ez nem történik vele, mert valaki nem akarta, meg ő sem akarta. Nem, ökörködtünk, mert birkózók. Ennyi. Na, hogy a két órát akartok minket látni ökörködni, na jó, 1 óra 40-et, akkor igen, 1 óra 40-et. Ott untátok meg, hogy komoly kérdéseket teszek fel. És ebben én is ludas vagyok. Te vagy a főkolompos! Persze! Persze! És mi nem is beszéltünk semmiről. Igazából. Na jó, hogyha látni akarjátok, hogy egy beszélő kis turmix gép van az asztalban, és röhögünk azon, hogy amit ti nem láttok, hogy időnként benyúl egy kéz, és különböző jeleket mutogat. Igen, meg megpróbálnak minket leszídni, mert nem vagyunk elég komolyak, ami nem működött. Nia Jax, hashtag Nia Jax. Hashtag Nia Jax-el. Szóval akit érdekel, hogy Wellington, hogy milyen szépen rajzol Nia Jax-et, az nézzen rá erre a kis videóra. CMR Photo YouTube channel. Így van. De addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Nem bíztok a doktorban. Nem bíztok a doktorban. Hát nem, mert eldolt, szétolgattuk az adását. És wrestling is fun, ami hatályozottan igazolt arra a vasárnap estére. Sziasztok! Sziasztok!